Speciális bizottság ülésén. 5 napi rendi pontunk van, zárt ülésnek van 3 pontja. Kérdezném, hogy van-e valakinek napi rendre felvételre javasolt javaslata? Senkinek? Pályázat. Akkor az egyebek, jó, akkor a 6-nak még fölveszünk egy pályázati pontot. Igazából csak tájékoztatni szeretném a bizottságot, hogy érkezett utcanév elnevezésére kérem, hogy a testületnek van jogköre arról, hogy elnevezzen utcát, hogy erről beszéljünk. Jó. Most valószínűleg. Majd a végén. Jó, rendben. Akkor, igen? Napi rendek előtt? Jó, akkor napi rendek előtt a polgármester. Csak annyit, hogy itt el van. Konzultáltunk, és itt fölmerült itt a Kleindila hasznosítása kapcsán, igen, engem kicsit mentesítendő egy valamit kell a bizottságot létrehozni, csak a gondolkodás képtem, hogy ki lenne benne, nyilván kell benne lenni, és aki abban akarna, tegyen sorsra is számítunk, András, vagy mit tudom én, hogy gondolkodjon mindenki, hogy ebben egy kicsit közel működni, hogy ennek a próbáljuk ezt előre mondani, hogy elképzelések vannak, jó? Köszönöm. Köszönöm a szót. Csak egy előterjesztett, hogy országos pályázatra, amire majd a jövő testület, a jövő bizottság ülésre beszélünk hozni, ami pénzzel nem jár, azt a Vajdahatyos Egyesület az anyagi részét azt rendezi, de egy olyan program lenne a vízi testvérvárosok kapcsolatrendszere. Tehát magyarán a Dunán lévő összes polgárosztás településeknek a kapcsolata, de elsősorban harcos láncok között alakulnak, és ez semmi más nem kéne, mint majd egy önkormányzati jóváhagyás, hogy ezt a rendszert, ezt a mozgalmat ki tudjuk terjeszteni. Dolgozás alatt van, csak ezt szeretném bejelenteni, hogy ő egy költő testvetőség kész lesz a foglalt anyag. Ez azért jó, mert ilyen nincs. Jó. Köszönjük szépen a tájékoztatást. Akkor a kiküldött napi rendeket szeretném, hogyha nincs más, akkor elfogadásra. Aki a napi rendi pontokkal egyetért. Egyhangú, köszönöm szépen. Akkor az első napi rendi pontunk javaslat Leányfalu Nagykőség önkormányzat képviselőtestületének a pénzbeli és természetbeli, valamint a személyes gondoskodás nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 2005 évi, majd ha megalkottuk, önkormányzati rendelet elfogadására. Én át is adnám a jegyzőasszonynak a szót, aki ezt nekünk el tudja nagyon nézni. Köszönöm szépen. Hosszúra sikerült az előterjesztés. Remélem, hogy mindenkinek sikerült végig olvasni. Próbáltam alaposan körülírni a mostani helyzetet. Ugye azt már említettem korábban is, hogy a szociális törvény úgy változott, vagyis változik, hogy lényegében minden olyan eddig államilag támogatott ellátás kikerült önök járáshivatali hatáskörbe, amelyek még megmaradtak, mert 2013 januárjától volt egy nagy átadás, és a maradékot is elviszik tőlünk minden településtől. Az a jogalkotónak a célja, hogy az önkormányzatok települési támogatás formájában saját keretük terhére, adóbevétel bármilyen keret terhére, ami a saját olyan rendelkezésük áll, olyan rendeletet alkossanak, hogy a államilag nem támogatott vagy állami ellátást nem igényelhető személyek részére méltányossági alapon települési támogatást nyújtson. Ad fogódzókat, igazából nagyon nagy mérlegelési lehetősége van a bizottságnak, illetve a testületnek, hogy milyen rendeletet alkot. Lehet teljesen szabadon dönteni arról, hogy ugye egy alaptelepülési támogatást határozunk meg, amelyet a rászorulók részére valamilyen maximális összeggel adunk rendszeres vagy egyedi ellátás formájában, természetben vagy pénzben. Végül is úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk lefedni azokat a területeket, amelyeket eddig is érintettünk, tehát hogy nevesítsem, hogy melyek azok az ellátások, amelyek kikerülnek
járási hivatali hatáskörbe kerül március 1-től az időskorúak járadéka, foglalkoztatás helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, ápolási díjnak a 18 év alatti, illetve a fogyatékos személy ápolása jogcímén, az alanyi és a normatív közgyógyellátáson, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, és megszűnik a normatív lakásfenntartási támogatás, a méltányossági közgyógyellátás megállapításának a lehetősége, illetve a méltányossági ápolási díjra való jogosultság megállapításának a lehetősége. Abban viszont szabad kezet kapnak a testületek, az önkormányzatok, hogy ezeket a megszűnő, illetve elkerülő hatásköröket méltányossági alapon mégis lefedjék. Ennek megfelelően készítettem el a rendelettervezetet. Új elemek is lesznek benne, amelyek eddig nem voltak a szociális tárgyú rendeletünkben. Az új rendeletek, az új területek a következő. Egyrészt több település is, aki megtehette, az a lány, vagyis hát a saját településnál lakcímmel rendelkező, vagy életvitelszeren ott tartózkodó készére a gyermek születésekor adtak valamilyen kis jelképes összeget. Mi úgy gondoltuk, hogy arra ugye nincsen keretünk, hogy mindenkit egyformán részesítsünk ebben a támogatásban, ezért rászorultsági alapon szeretném javasolni a bizottságnak itt az egyfőre jutó jövedelem esetében, hogyha nem haladja meg a mindenkori az öregségnyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200%-át, ugye ez a 26.500 forintnak a kétszerese, akkor gyermekenként adnánk 20.000 forintot, hogyha ezt elfogadja. Tehát ez lenne egy új elem, ami eddig nem volt nálunk. Illetve az időseket is. Én többször hallottam, amióta itt dolgozom az idősektől, hogy jó lenne, hogyha rászoruló díjasok, idős emberek kapnának lehetőséget arra, hogy a termálfürdőt ingyenesen igénybe vegyék. Na most a teljes ingyenesség az talán nem biztos, hogy ezt tudjuk finanszírozni, viszont egy 50%-os támogatásban részesítenénk azokat az idős embereket, akik szintén ezt a 200%-ot nem haladják meg a rájuk eső, tehát az egyfőre jutó jövedelem a családjukban. Ezek az új elemek. És akkor a települési támogatásról egy kicsit részletesebben. Ugye a megszűnő, illetve elkerülő hatáskörökre tudnánk megállapítani települési támogatást mértányossági alapon. A lakhatást tudná a bizottság támogatni, az egészségállapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez való részbeni hozzájárulás, ezt majd így mondom kicsit részletesen. Eddig volt lehetőség az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulások címén kapni támogatást, tehát a gyermekek családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulás, valamint az ápolási támogatás és a ugye az új elemek egyik, az öregségi nyugdíjellátásban részesülő részére az egészség állapota javításának, fenntartásának a támogatása. Ez maga a fürdőbélet támogatás lenne, illetve a volt, hogy gyermekek családban történő gondozási költsége, a hozzájárulás pedig ugye a születéskor adandó 20.000 forint. Aztán a lakhatás elősegítésének a támogatását két részre bontottuk, ismerve a kérelmezőknek a helyzetét. Beépítettük ebben azokat, akik fűtésre kérnének támogatást. Szándékosan nem a tűzifa nem szerepel a rendeletben, hiszen ugye van, aki gázza a fűt. Kicsit korlátoztuk, október 15 és már április 15 között lehetne a kérelmet benyújtani maximum 3 hónapra. Tehát, hogy ne legyen az, hogy itt egy kicsi korlátozás van, illetve próbáltuk az eddigi normatív lakásfenntartási támogatásban részesülő körét is lefedni, közüzemi díjtámogatás címén is lehetne egy kisebb összeget kapni. Ez havi 2500 forint, de nem mondhatjuk meg a havi száma összegét, tehát hogyha ennél kevesebb, akkor nyilván ennél kevesebb adnánk. A fűtési támogatásnál azért van a havonta 10.000 forint, mert ugye az a
ugye 5 mázsa tűzifát adtunk, picit ez meghaladja, én, hogyha valaki gázra kér támogatást, ez a 10 000 forint, ez talán a költségvetésben, tehát tudjuk ezt finanszírozni, illetve hát minden erőnkkel azon leszünk, hogy lesz újabb szociális tűzifa támogatás, akkor annak a keretére tudjuk majd következő télen is adni a tűzifát. Aztán az egészségállapot megőrzését jelentő szolgáltatásokhoz való teljes vagy részbeni hozzájárulás. Itt a települési támogatást tudnánk szintén elsősorban a gyógyszerköltségnek a kompenzálására adni, ez havi 3 000 forintot, tehát méltányosság alapon maximum havi 3 000 forintot tudnánk adni. Ez elég hosszan van itt leírva, nagyjából az előző szociális rendeletünkből és a szociális törvényből indultunk ki. A 16. paragrafusban az elhunyt személy eltemetésének költségehez való hozzájárulás, ez benne volt a korábbi szociális rendeletünkben is. Itt nem változtattunk, a 25%-ot adnánk a temetési számla költségeihez való hozzájárulásként. A gyermekszületését említettem, ápolási célú támogatás, az szintén az a méltányos ápolási díj, ezen sem lényegében nem változtattunk el, bekerül a település támogatások sorába. És ugye új elem szintén fel kell venni a települési támogatások mellé a rendkívüli települési támogatásnak a kategóriáját, itt pedig próbáltunk olyan helyzeteket a szociális törvényből, a szociális rendeletből kigyűjteni, amelyek tényleg ilyen rendkívüli települési támogatásra jogosíthatják az igényüket. Természetesen ebből elvenni lehet hozzátenni, talán ezek lefedik ezeket az élethelyzeteket. Tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelemkiesés esetén lehet igényelni elemi kár. Ez ugye ilyen igényünk volt, tavaly is előfordult 2-szer. Aztán, hogyha valaki nyugdíj vagy bármilyen jövedelemre számít, de ennek a kifizetése elhúzódik, tehát nincs jövedelme még ebből, akkor őket tudnánk támogatni. Önhibáján kívül legfeljebb 2 havi közüzemi díj hátradék, a lakbér hátradéka halmozódott fel. Tudjuk, hogy van olyan kormányzati lakást bérlünk, akinek jelentős lakbérhátraléka volt, és ott próbáltunk készletfizetést adni, tehát talán itt is tudnánk ilyen jobb címen majd segíteni. Nagyobb összegű váratlan vagy erőre nem látott kiadásai vannak, amelyeket nem tud kiegyenlíteni. Gyermeknevelésével, gondozásával, nevelésbe vett gyermek családjával kapcsolattartás, erre is volt a baj, például, hogy arra kértek támogatást, hogy el tudjanak utazni a nevelőszülők között, hogy hol volt a gyermek és nevelőszülőknél. Arra kértek, és hát most ezen is lehet gondolkodni, ott a sárgában jeleztem 21. paragrafusnak a 2. pontját, hogy települési támogatás az öregségi nyugdíj mindenféle legkisebb összege, ugye ez elég magas, de nem haladhatjuk a tényleges költség mértékét, és egy éven belül legfeljebb 3 alkalommal adható. Én javaslom, hogy legyen egy ilyen korlátozás, hogy mégis ne lehessen folyamatosan erre benyújtani kérel, mert tényleg a rendkívüli élethelyzeteket tudja így valamilyen szinten akceptálni a bizottság. A 28.500 forint egy elég magas, hogyha úgy gondolja a bizottság, akkor nyilván ennek százalékos csökkentését lehet alkalmazni. A köztemetés is kötelező maradt, bizottsági hatáskörben van, hála jó Istennek a múlt évben nem volt köztemetésre példa, és valószínűleg a jövő évben is majd, már most megint eltolták egy évben, ugye a szociális temetkezés jogintézményének a bevezetését, tehát valószínűleg akik köztemetést fognak kérni, vagy jogosultak lesznek rá, őket majd szociális temetés formájában tudjuk eltemettetni. A 3. fejezete a rendeletnek ahhoz nem nyúlt hozzá a alkotó, ezek az eddigiek rendeletben eddig is ismertek. Házi segítségnyújtás, jelszületes házi segítségnyújtás, családsegítés. Ezeket csak egy kicsit átrendeztem, de igazából tartalmilag változás nincs bennük.
az ellátások megszüntetésének az eseteit vettem fel, mert ez nem volt úgy gondolom megfelelően taglalva az előző rendeletben. Ezek teljesen szokásos megszüntetési esetek, szüneteltetés, halál, félelem, tehát itt olyan új elem nincsen. És amíg még javasol a bizottságnak, hogy gondolkodjon el a méltányosságnak az esete, mindig tudjuk, hogy vannak olyan kérelmezők, akik valamiért minden lehetőségről egy kicsit kilógnak, viszont úgy gondolja a bizottság, hogy mégis olyan rendkívüli helyzet van, hogy valahogy kellene őket segíteni. Itt én egy elég magas jövedelemhatárt írtam be, de ez valószínűleg nem tartható. Ez a családban az egyfőre jutó jövedelem nem haladhatja meg az öregségnyugdíj mindenkinek kisebb összegének 400%-át. Ezt valószínűleg úgy fogja gondolni a bizottság polgármester úr is, jelezte ezt, hogy ez magas, hogy azt arra kérem a bizottságot, hogy próbáljunk akkor egy olyan maximális limitet megszabni, amikor én már tényleg nem megy a bizottság, akármilyen kérelem is érkezik be. És még egy korlátozó rendelet van a rendeletnek a végén. Legfeljebb egy évben 3 jogcímmel lehet kérni a bizottságtól, tehát én előre ígérem a bizottságnak, hogy olyan előterjesztéseket fogom március 1-e után hozni a bizottság elé, amiben már lekérdezzük az úgynevezett PTL rendszer dolog, hogy más hatóságnál, járáshivatalnál kinek milyen ellátásai vannak. Tehát valószínűleg kapunk ellátást arra, hogy központi költségvetésből milyen támogatást kap a kérelmező, és ha ott nem kapja meg, akkor is legfeljebb 3 jogcímmel kérdessen a bizottságtól támogatást. Próbáltam röviden, ha valami kérdés van, akkor szívesen. Edike, köszönöm szépen. Először is nagyon szomorúan konstatáltam a kormánynak ezt a lépését. Tudjuk, hogy egyre nehezebb szociális helyzetben vannak az emberek, és nem is értettem ezt az egészet, ugyanis egy két évvel ezelőtt pontosan az volt a cél, hogy arra törekedjünk, hogy családon belül oldjuk meg a hozzátartozó ápolását. Egyrészt humánus megfontolásból is, hogy nem az utolsó napjétlen, hogy ott a család körben töltve a beteg, vagy pedig egy idei átlagkörben. A másik pedig az, hogy tehermentesítsük a kórházakat és az egészségügyi intézményeket. Na most ezzel ugye egy tolvonással ezt keresztül húzták, hogy a gyártási segélyek születték. Ez az egyik. A másik pedig a méltányossági közjogi ellátásnak a megszüntetése. Én úgy gondolom, hogy az, hogy utalt is rá, nagyon finoman, hogy kedvezőtlen helyzet behozza majd az állampolgárokat és az önkormányzatokat. Jelenleg is tragikus a helyzet, tehát nap mint nap látjuk, hogy a betegek nem tudják egy összeget kiváltani. Egyik percetre köszönjük a másik kérdő, hogy megkezdődik, hogy mikor fogom kiváltani, mert én is rá pénzem. Ez a havonta adható 3000 forint. Ez nagyon szép törekvés az önkormányzatnak, és sajnos ezzel nem sokat fognak érni a betegek. Tudom, hogy az önkormányzatnak többre nem lesz kerete, sőt, ez is nagyon kérdéses, hogy ezt tudjuk-e majd így támogatni. De ha belegondolunk, hogy egy csomó felületában nem elég 3000 forint, és akkor még hozzon a betegnek a többi gyógyszere, tehát síralmas, akkor, amikor egy doboz alatt tudni az emlékszer. Szóval nem tudom, hogy fogják megoldani a betegek. Én úgy látom, hogy tragikusabb lesz a helyzet. Nem beszélve arról, ugye, hogy a lakosságot kontrollálni fogják az önkormányzattal, mert egy idő után azok kell mondani, hogy ezt a rengeteg mindent hallgatok, hogy az önkormányzatot felkérnek. Szóval ez ennyit a központi intézkedésről. És a rendelettel kapcsolatban van egy pár részrevételem, meg kérdésem a jegyző asszonyhoz. Itt mindjárt a rendelet elején szerepel egy ilyen, hogy az önkormányzati finanszírozás drasztikus csökkentése a központi finanszírozásba beépített szubjektív ellen, nem tudom, hogy ez mit akar. Hanyas paragrafus között? Nincs, itt az elején, tehát itt van az ismertetés, és itt van egy harmadik pont. Tehát mi a szubjektív ellen?
előterjesztés alján harmadik pont. Hát, igen. Próbáltam néha egy kicsit magam, mert tudtam volna ennél szigorú előterjesztést is írni. Voltak olyan, tehát amikor olvastam azt, hogy miért is vannak ezek, a, ezek az intézkedések, hogy ez politika. Tehát most akkor, bocsánat. Nem értettem azt, hogy jó, majd elmondom. Jó. Akkor, hogyha tovább megyünk, akkor a harmadik oldalon a rendelet alkotás céljai, nyilván elírás ez, hogy a szabályok ellenére a kerületi állampolgárok támogatása szerint a település állampolgárainak. A harmadik oldal ugyanez a rendelet alkotás célja. Ja, jó, ez lehet, jó, és akkor itt vannak ezek a táblázatok, az első három elvéklet. Itt a későbbiekben a lakhatási támogatásnál szerepel a közüzemi díjtámogatás is. A részletes indítás van, itt azonban a táblázatban nem szerepel. Tehát a táblázatban? Igen, itt a táblázatban, igen. A fűtés támogatásként pedig vagy tűzifa. Igen, az a rendeletben benne van. A táblázatok kimaradt az üzemi támogatást, nem tudom szükséges előtenni. És akkor itt az egészségügyi állapot megőrzését jelentő szolgáltatásoknál itt, felsoroljuk ugye, hogy mit javasol a jelzőasszony. Itt az utolsó bekezdés, aki közgyöngyellátási igazolványra nem jogosult, és havi gyógyszer kiadása a közgyöngyellátás alapján nem elégíthető ki. Én szerintem itt én úgy tudnám értelmezni, hogy aki közgyöngyellátási igazolványra jogosult, de nem fedezi a költségeit. Mert ennek így nincs értelme. Mert ugye közgyógyellátást... Tehát itt vannak itt a későbbiekben részletezett, hogy ezek a mesterek, amikor valaki valamilyen közgyógyellátott, viszont a költségei nem fedezik az adott vonatban a gyógyszer kiadását. Igen. Ilyen esetben is adhatunk kiegészítő támogatást. És én arra gondoltam, hogy ez hasonló, talán ez a mondat talán azt akarja jelenteni. Igen. Ezt így nem értem. Mert az is kérhet, aki közgyógyellátás igazolványra nem jogosult. Mert itt van, hogy az egyik, hogy jogosult, itt meg, hogy nem jogosult, de hát ő is kérhet. Mind a kettő kérhet, szerintem az jó lényeg. Mert itt van az, amikor jogosult, és itt van az, amikor nem jogosult, de akkor is kérhet, hogyha meghalt. Igen. Mert hogy ugye közgyújra sem minden lehet igényelni. Tehát én úgy tudom, hogy közgyújt, de ebben te tudsz nekem segíteni, hogy közgyógyellátásra sem lehet mindent. A települési támogatás folyósítása készpénzben, vásárlási jutalmány formájában, vagy a jogosult közvetlen költségének átvállalásával, illetve tűzifa biztosításával történhet. Én szeretném, hogyha ide még belevennénk azt, hogy élelmiszercsomag, amit nagyon gyakran már mindenképpen, és a melegvétel biztosítása. Igen, itt a közvetlen költségek átvállalásánál gondoltam a melegételre, de akkor... Mert úgy fizetjük, van is kettő jelenlátottunk, akinek mi utaljuk annak az ellátójának, ahonnan kapja a melegételt, mi utaljuk, tehát leszámlázhatjuk az önkormányzat. Igen, és oda megy. Azért hiányoltam ebbe.
lenne, de ha az, az lehet, hogy jó fog. Itt a részletezés, tehát a támogatások részletezésénél a 18. paragrafus zárkolási célú felekedési támogatásnál. Itt van egy olyan kitétel, hogy vagyonnal nem rendelkeznek. Nem tudom, mi számít vagyonnak? A vagyonnak, ez a szociális törvény körül írja, nem számít vagyonnak, az például, amiben benne élt, ez az ingatlan nem számít vagyonnak. És meghatározza, hogy azon felül, hogy ha akkor rendelkezik, mekkora értékhatár fölött számít vagyonnak, plusz ingatlan, mekkora értékhatár fölött, tehát a szociális törvény most nem azt jelenti, hogy nem lehet semmi a nevén, hanem bizonyos összeghatár fölötti plusz ingatlant és képjárművel tekint már vagyonnak. Igen, a szociális törvény. Erre már egyszer kitértünk, hogy nem tudom. Ezt nekünk mindig vizsgálni kell. Mennyivel befolyásolja azt, hogy mekkora vagyona van, kivehetjük belőle, a szociális törvény meghatározó, mint tekint vagyonnak. És akkor még egy dolog a szociális gyermekületi szolgáltatás, tehát a harmadik fejezet, a jelzőrendszeres város segítségítés. Szerepel bennem, hogy kik azok, akik kaphatják, illetve részesülhetnek ebben az ellátásban, és szerepel a pszichiátriai beszélgek. Most én ezzel erősen fenntartásaim vannak ezzel kapcsolatban, mert egy ilyen jelzőrendszer pszichiátriai betegeknek nem szoktuk odaadni, pontosan azért, mert ugye nem tudják kontrollálni, hogy mikor nyomják azt a gombot, és mikor nem. Én szívem szerint ezt kívánom. Kivehetjük ezt bennem, azt mondtam is, hogy ez nem jó, amikor az ügyben megvesztem a rendeletben, kivehetjük, hogy nem lehet. Abszolút nem javasolt, hogy pszichiátriai betegeknek a kezében, mert akár mit mondani. Köszönöm szépen. Orsi? Azt is szeretnék kérdezni, hogy jól értem, most ez a szociális rendeletnél ezek a települési támogatások miért bizottsági hatásra érnek? Tehát nem kéne esetleg azokat a azonnali intézkedésre, hogy ilyen nagyon sürgős eseteket a polgármester úrhoz visszaadni? Mert hogy nem tudom, hogy megválhat egy esetleg valami rendkívüli dolog egy ülés, de, vagy egy bizottsági döntést. Amikor, amikor ez a SMS módosítás megtörtént, akkor én nem tudom, hogy testület előtt vagy bizottság előtt kértem arra felhatalmazást, hogyha akut helyzet alakulna ki, akkor járuljon hozzá a bizottság. Volt is már ilyen, hogy jeleztem az elnökasszonynak, hogy adunk, de majd utólag kérnénk a támogatását, vagy az elfogadását a bizottságnak, tehát minden helyzetet megoldunk, hogyha nem tűr halasztás, csak akkor majd mindig egyeztetünk jövőben is az elnökasszonya, hogy érzi a bizottság indítását ennek a juttatásnak. Tehát nem igyekszünk az ilyen helyzeteket megoldani. Igen, a polgármester úr. Örült ennek az idősek számára lehetősége, 26-os lehetősége, hogy és nem kell bele, nem kell bele mondani, hogy a leszállalékot mondja sokat is, tehát hogy aki mondjuk ilyen mozgásszerű beteg, amúgy is azt is bevenni ebben a körben, hogyha szegény, nem tudom, van-e ilyen lányfogó, biztos van kettő, aki még nem belül csak lesz, hogy a nyugdíjas. Ha meg van meg ez a kategória, hogy nem lehet. Hát ez van. Vannak rúgók, hogy hívják most őket. Lehet, hogy a bírják. Jó, őket is belevonni ebben a körben, hogyha kedvezményes. Bárki lehet, akinek ez a jövedelem határ nem haladja meg az egy úr jutót a családban, ezt lehet változtatni a 200%-et. Elvileg most tehát én arra mondom, én a nyugdíjellátásban kivehetjük az öregségi nyugdíjellátást. Nem, öregségi vesző, vagy mi ez? Rehabilitációs elv. Igen, még azért őket is segít, biztos nem lesz sok egy-kettő, de akkor Gabi? Köszönöm szépen. Egyetértek a javaslattal, de azért meg kéne vizsgálni, hogy a költségvetéssel hogyan állunk. Tehát van erre fedezet, mert végül is nagyon jó, mert igazából mindenki, aki részben megérdemli, részben rászoruló, szeretnénk segíteni, de a határaink viszont elég szűkösek. Tehát ezt
ezt a javaslatot azért én úgy javaslom kezelni, hogy meg kéne nézni, hogy van-e a költségvetés van-e lehetőség. Köszönöm. Sajnos a, hát ugye ezt is tudjátok, hogy a költségvetésben 2 millió forint van a szociális dolgokra beállítva, úgyhogy ezzel kell jól megfárkodnunk. Úgyhogy amíg ezt tart, addig tudjuk ezeket a segély dolgokat. Persze, természetesen egy évre van. Köszönöm szó, Robi mindig megelőz, hogy megérzi, hogy nem tudom. De fontosan lenne a probléma az, hogy itt a felsorolásból és az edit szakmailag én szépen köszönöm, hogy helyre tette azokat a mondatokat, amiket én mondjuk nem láttam, de mindent nem láthatok, meg nem is értek, te értesz hozzá. Azt sugallja, hogy itt mindenfajta szakterületen megoldunk, majdnem megoldható. Tehát a rendelet az rendben van, hogy módot tegyen arra, hogy mindent meg tudjuk oldani, hogy a baj van. De az állampolgárok azt hiszik, ha ezt most mindenhol, hogy mindenre van orvoslás, tehát az önkormányzat nagyon helyesen, a rendeletében mindenkre adott megoldást. Holott nincs megoldás, gyerekek. 2 millió forint van, eljött az az idő, hogy sajnos, hogy csak a legrászorultakkal fogunk tudni adni, többieknek egy fillért sem tudunk adni. És én úgy gondolom, hogy ezt tájékoztatni kell a való népét, hogy mi az, amivel fordult a járáshoz, mi az, ami itt maradt, nagyon korrekten. Ezt tudjuk megoldani, és ebben csak azok kaphatnak, akik a rászorultságuk címén megérdemlik. Sajnos az a helyzet, hogy itt rengeteg ember nem fog adni semmit. De ezt jobb, ha elmondjuk mindjárt az elején, hogy a rendelet azért van már így, de ez a 2 millió forint majdnem semmire nem elég. És mennyi van az előző évben, nem tudom, de félő, hogy ennek a 50%-a sincs a jelölegi keretű. Köszönöm. Igen, Enrique. Valóban, amit András felvetett, azt hiszem, hogy probléma lesz a későbbiével, nagyon sok idős emberi lányfal most nagyon fel kell fűteni. Tehát ez partalan dolog lesz a kérelmem beérkezése. Néhány évvel ezelőtt volt egy ilyen kezdeményezés, akkor ingyen kérletet kaptak a rászorulók, és aztán, amikor valóban kezdett úgymond nagyon sok ember lecsapni erre a lehetőségre, akkor bevezettük azt, hogy reumatológiai javaslat alapján. Tehát be kell menni, hogyha ő mozgásképtelen, akkor igazoljuk, hogy mozgásképtelen, akkor a hozzátartozó bemegy a bemutatókkal a reumatológiára, és hogyha a reumatológus azt írja rá, hogy tüdőkezelés javaslat, akkor tudunk hozzájárulni ezeken a... Tehát ezt ki lehet egészíteni. Esetleg bele lehet venni, hogy orvosi javaslatra. És szeretném megkérdezni, hogy van-e a hivatalnak olyan nyilvántartása, amely leírja Leányfalu jelenlegi korfáját? Hogy tudjátok, hogy mit kérdezett, hogy szóval én ezt nagyon szeretném megnézni. Mert egyáltalán akármiről felelősséggel csak akkor hozzá látod, hogy milyen tömegek hol és milyen korban. Rendszeresen szolgáltatunk adatot korcsoportokra, korcsoportos bontásra adatokat, nem azt szeresen következő bizottság. Köszönöm szépen. Az jó, köszönöm. Nem, és de egy mondat még csak lemarad. Ugye a strandbelépő kedvezményét bármennyire 50-70, 100%, 20%, vagy 50%-ről van szó, azt kifizeti ebből a 2 millió forintból meg értelemszerűen le. Tehát ugye nem arról beszélgetünk, hogy a Strand Kft. Pénzéből megy ez le, ez hanem ebből a fennálló pénzből a megy ez le az orvosi szakfélémat. Köszönöm, így értem, így rendben van. Jó. Polgármester úr? Hát akkor elhangoltam a számokról. Én 13. karomrakusban a második bekezdésben ezt a 350%-ot, azt levenném 200-ra. Mert 28.500 forintot már szalasztok. Én nem tennék a rendeletben sehova se, 200%-nál nagyobb
Még egyszer még paragrafus. 13-as paragrafus. Csak második bekezdésnek a B pont. És akkor az 200%-nak javasol. Az az 50 valamelyik. Ez hány gyerünk? 28.500-nak akkor a kétszeres. Mindenki ezt a 57.000. Ugyan, tehát elmondta nagyon helyesen, hogy tényleg a legrászló napon kapjanak, akkor 500-esen az durvának kívül. Ugyanez négy durvára szerintem a 15-ös paragrafusnak a pontja, mert 400%. Tehát a 120.000 forint már, akkor ne adjunk már 120.000-es, amit most már ezzel mondanám. 15-ös? Akkor ez is 200? Te is 200. Igen, igen, szerintem levehetjük meg egy igen, a 400-at 200-ra. És akkor még amilyen levehetjük, kérdezem. Most nem, hát most még igen. Miért nem is legyen szerintem 200? Akkor van itt még egy a 16-os paragrafonban is 300%. A 16-osban. De ott is ott van 300%. 16-os paragrafus, 2-es bekezdésében. Akkor azt is lecsökkentenénk 200%-ra. Hát még tudjuk, 57.000 forintból meg lehet élni. Jó, és akkor még egy volt egy ilyen félmondat, hogy a Rátocsökkent Filisztéfei Olga, amit beszéltünk meg, hogy a 11-es paragrafusnak az F pontjával átcsúszott a második mondatban, hogy félmondat, és a 11-es. Ja. És akkor még egy kérdés, a 30. paragrafusban ez a bizonyos méltányossági jogkör, amikor ugye kikerül valaki a 200%-os kategóriából, de mégis szeretnénk az, ugye előre mondtam, hogy a 400 az nagyon sok, mennyi legyen akkor a méltányos. Ha kikerül a 200-ból, akkor hát akkor sokkal többet nem tettünk. Ezért lehet ugye ez a 200%, mert akkor az nem sok. Na de most mondta a jegyző azt, hogy ha kikerül a 200%-os körből, mert az az alap, akkor mennyi az a plafon, akkor a 300. Igen, igen, igen. Akkor az ott 300. Tanárnő, képviselő úr, legyen. Nem, kérdezett, bocsánat. Gabi, bocsánat. Köszönöm szépen. Én csak egy dolgot szeretnék azért szinte edikt pandantjaként mondani. Részben az, hogy egyetértek a 300-annak még, aki a 200-at túlépi, azzal is előfordult olyan rendkívül élethelyzet, hogy segítséggel szorul, és mindenkit, aki segítséggel szorul, meg kell próbálni támogatni. Viszont itt is köszönetet szeretnék mondani, de a jövőben is kérném szépen. Azért azt is tudjuk, hogy ha kiskapuk nyílnak, azon vannak olyanok is, akik olyanok szeretnének átmenni rajta, akik nem igazán egyenesek rá. Tehát a méltányosságot kérjük figyelembe, de legyünk is résen, mert nem lenne jó, ha olyan emberek számára jutnának támogatások, akik elvonják a valóban rászorulók elől a forrásokat. Tehát én eddig is megköszönöm a hivatal odaadó munkáját, és tudom, hogy nagyon sok ilyen kérelmet és kérelmezőt már helyére tettek, de a jövőben sem, lévén, hogy szorul a kapca, a jövőben is figyeljünk oda, hogy amint van, az valóban azoknak jusson, akiknek szüksége van rá. Köszönöm. Természetesen ugye megkapjuk a megfelelő segítséget a hivataltól ezekhez, és ezért van a bizottság, hogy mi is tovább tudjunk mérlegelni, és a lehető legjobb döntést próbáljuk meghozni. Tanárnő, bocsánat. Beszélhet? Igen. Én azt szeretném kérni, hogy amennyiben van rá lehetőség, nyilván, hogy ezek meg fognak jelenni az újságnak abban a bizonyos részében, ahol hogy amennyiben ez nem ütközik semmilyen törvénybe, akkor én kérem szépen, hogy írjuk oda, hogy pénz lesz. Mert mi is ezzel vitatkoztunk a Pepi, hogy most akkor az az öreg legkisebb öregség nyugdíj. Tehát akkor zárójelben odaér, hogy ez 56.000 forint, ez mindenkinek elég az igazítási lesz.
Mert tudom a törvényeket, odaírod, de hát az jó. Én így értem, hogy ha elfogadja, ha kialakul a végleges rendelet, akkor megpróbálom nagyon-nagyon közérthető módon egy egyszerű összefoglalót adni a rendeletről, hogy akkor ez tényleg mindenki számára érthető legyen. És még egy dolog, azt elfelejtettem mondani, hogy sok fejtörést okozott, hogy nem tudtuk szankcionálni azokat, akik aktív korúak, egészségesek, tudnának dolgozni, de nem akarnak elmenni közfoglalkoztatásra, viszont segélyt kérnek. Sajnos néhányan vannak. 12. paragrafusba beépítettem egy olyat, ami remélem, hogy törvényességi szempontból elfogadható lesz, hogy nem állapítható megtelepülési támogatás annak az aktív korú személynek, aki álláskeresőként, illetve akinek a családjában élő személy munkanélküliként a munkahelykeresés céljában nem működik együtt a kormányhivatal munkahelyi központjával, azaz, hogyha aktív korú és felajánljuk neki a közfoglalkoztatást, most lefordítva ezt, ugye, és elmegy a munkahelyi központba, akkor ők ki tudják hozzánk közvetíteni közfoglalkoztatottnak. Vannak, akik ezt már első körben megtagadják, akkor ne lehessen utána segélyt folyamodni. Tehát ez egy kis építés. Köszönjük szépen. Valakinek még esetleg kérdése? Annyi, hogy a gyerekek azért tegyük azt helyre, hogy a diplomás ember ne takarítsa. Tehát ez az én véleményem, gyerekek, hogyha valaki elkerült egy olyan helyre, akkor a végzettségnek megfelelő munkát adja, és akkor így elfogadom, de különben nem. Hát, hogy néz ki az, hogy valaki tanár is itt takarítja az utcát, és a gyerekek meg itt sétálnak, és nézzük, hogy ez a jövő édesfiam. Tehát én ezzel a kifogással tudom elfogadni, nem tudom nektek a véleményedet, hogy a végzettségnek megfelelő munkát kapjon, mint közmunkás. Hát ez hogy a diplomának megfelelő a gyerekek. Hát most én nem vagyok diplomás, tehát akkor érezném ezt a dolgot, de én úgy gondolom, hogy aki tanult X mennyiségű évet, az ez a minimum. Köszönöm. Szerintem eddig is törekedett. Nem törekedett a rendeletben, ez legyen persze, így. Ez a javaslat. Folyamatosan. Ez nem egy érdem, hogy kéne megszavazhatni. Volt egy ember, az előtt. Volt. Egy meg egy ellen, bocsánat. Igen, egy ellen példa is volt, hogy egy felsőfokú végzettségű mondta, hogy neki felsőfokú végzettsége van, de ő igenis el szeretné jönni hozzánk, akár utcát is takarítani, és el is jött hozzánk dolgozni, mert hát volt ellen példa is rá. Az ellen példa nem azt jelenti, hogy így kéne. Én azt kértem, hogy ha nem megfelelő, akkor kérem megszavazni. Kérem ehhez ragaszkodni. Tehát ez nem megfogad, kész, akkor szabad. Meg is rendelet, így alakul. Tehát egyszerű. Tudták, hogy megfelelő, mire felelő? Talán csak lehet? Nem, hát a diplomás ember lehet, megfelelő munkát kapja. Hát most gyerekek, hát a diplomás ember ne takarítson nekem utcán. De, bocsánat, kapjék például, de ha igen, ebben igaza van itt az aljegyző asszonynak, és hogyha nincs ilyen megfelelő státuszunk, de már például nincs keretünk rá, hogy őt támogassuk, akkor mi a jobb? Ha kap egy olyan munkát, ami esetleg ha elfogadás sem tárgyal. Ha elfogadja, akkor nincs probléma a gyerekek, de ha emiatt elutasítják, hát szóval azért tegyük el, ez egy rendelet. Bocsánat, csak ez visszaélése a lehetőséget. Üdivel értek egyet, ha nincs ilyen státuszunk, az illető ember nehéz élethelyzetbe kerül. Szerintem nem esik le senkinek az aranybűlő az ujjáról, de számkidaló időben olyan munkát is végez akár, amely nem a diplomájához méltó. Viszont láttunk már arra a példát, hogy erre való hivatkozással vidáman kérte a segélyeket. Nem tudom, én úgy gondolom, hogy ha valaki nehéz élethelyzetbe kerül, és azon látszik, hogy az önkormányzat és a közössége segíteni akar, akkor ezt ne utasítsa vissza, és ne próbáljon be önket szikolyozni más oldalról. Viszont jegyzőasszony kérdezném meg, hogy hova tudjuk ezt beépíteni a rendeletbe? Igazából annyi van, hogy munkahelykeresés céljából együtt kell működni a kormányhivatal munkahelyi központjával. Tehát nem írtam nem el. Velünk, hanem a munkahelyi központtal. Hát ez nem feltétlenül közmunka, nem? Persze. Nem feltétlenül közmunka. Nem feltétlenül közmunka. Igen? Mi innen a mi élethelyzetünkből nem tudjuk megítélni azt, hogy milyen az, akinek esetleg mit tudom én diplomája és elvesztette az állását.
nem tudjuk, hogy az lelkileg milyen, nem tudjuk, hogy az önismerete milyen, tehát nem mondhatom én azt, hogy igenis adódik olyan helyzet, hogy minden munkát el kell, vagy hát, hogy nem is képes rá. Tehát ezeket a dolgokat mindig nagyon nagy empátiával kell nézni, és egyéninek kell ezt mind megvizsgálni szerintem. Igen, de így, hogy a rendelet tartalmazza azt, hogy ugye nem nekünk, nem velük, hanem a központi munkaügyi hivatallal, ők pedig megfelelő együttműködéssel tudnak a szakképzettségéhez miértem ugye munkalehetőséget ajánlani jó esetben. Igazániból így konkrétan ezt a rendeletbe így nem tudunk beleépíteni. Nem mi mondjuk, akit ide küldenek, hogy milyen munkát adunk. Nem, ezt nem mi döntjük el. Ők a munkahogyi központ dönti el, hogy ide küld konyhai dolgozónak megfelelő embert, vagy pedig a közterület takarításra valakit. Tehát ők eldöntik, és nagy valószínűséggel a diplomás emberrel, mikor a munkahogyi központban bemegy, közlik, hogy milyen munkára fogják kiközlekedni. És ő már ott el fogja tudni dönteni, hogy ezt elvállalja, vagy nem. Tehát nem mi fogunk kérni. Igen? Eddig te jelentkeztél még? Igen, én jelentkeztem, de én úgy gondolom, én egyetértek azzal, hogy ez így marad ez a rendelet. Tehát aminek a lényege az, hogy ha ide jön a segélyt, mert ő most elvesztette az állását, tegyen a diplomás bárki vissza nélküli, akkor jegyzi azt, hogy közli vele, hogy első próba, hogy bemegyünk. És onnantól kezdve érted, mit mondok? Nem kérdezik, hogy én mit gondolok, és oda hozzantok. Nem. Tehát ő elmegy a munkahelyi központba, ide kiközvetítik, hogy bárhová, arról szól a történet, hogy ő diplomás, és független attól, hogy ő eljön és dolgozni szeretne, de nem szeretne olyan helyre elmenni, amit nem tud elvégezni. Morálisan, kölcsön vagy fizikailag. De ezt a munkahelyi hivatalban kell, hogy elmondja. Mert azt mondtam, hogy ennyit tegyük bele, hogy olyan megfelelően tegyük ezt meg. Hát, hogy tegyük egy címként oda. Hát az gyerekeken, bocsánat, a képesítésének megfelelően személy fogalmaztam, csak most egy kis melyik. A gyerekek, hogy csak úgy gondoljátok, hogy én annyi szerencsétlen szegény emberre találkoztam. Ne arra mondjuk már. Egy csomó olyan helyzet van, hogy nem fogják. Most itt, ha belegondolunk, hogy a rendelet, a mi rendeletünkről van szó, ezen beszélgetettünk, de a mi rendeletünkről arról van szó, hogy aki idejön, az ez a rendelettel, ami a törvénynek megfelelő. Ugyanez a bajom majd a civil rendelettel is, hogy mi akarunk olyan rendelettel alkossunk, amely a mi munkánkat megkönnyíti. Mert a helyzet a következő, hogy azt mondjuk, hogy most egy diplomásnak mi nem tudunk közmunkát adni, akkor ebben a pillanatban bezárult a kör. De valószínűleg ez a helyzet, hogy egy diplomás embernek a képesítésének megfelelő diplomás munkát a legkisebb esélye van, hogy itt a falunk belül tudunk biztosítani. Hogy gyerekek, az, hogy adminisztratív munkát adunk neki, hogy elküldjük a Molnár Ferenc dolgozni valahoz együtt, erről szól a történet, most itt a mérleg két gyermeket próbálni. Értem, de azt hiszem, hogy te akkor még nem voltál itt, az az előző ciklusban volt, amikor volt egy hölgyel ugyanilyen probléma, hogy bocsáss meg, hogy diplomás volt, fel lett neki ajánlva irodai munka is, és azt is visszautasította. Most egy ilyen az irodai munkát, kis... erre rendelték, ide nem utasította vissza, tessék tájékozódni, nem erről van szó, hanem nem. De arról van szó, én ismerem még ráadásul meg egy más kérdés is, nem erről van szó, hanem én úgy gondolom, hogy a diplomások megvédése, hogy csak ez van. Tehát nem a Margitot akarom védeni, hogy teljesen tudjuk, hanem a jelenséget. De nem tudjuk kiküszöbölni ezt a jelenséget. Akkor azt mondom, hogy nem fogadjátok el. Ilyen egyszerű. Akkor léphetünk tovább. Megszavazzuk azt mondjuk, hogy nem. Csak visszaemlékeztem, hogy úgy emlékszem, hogy ő olyan munkát akar elvállalni, és ő eljött volna, hogy akar adni, és tehát az más lett egy főhelyet. Addigra már betöltötték a helyet. Hogy ő akart volna arra a munkára, csak azt már nem volt meg neki, mert más kapta meg, akinek két gyereke volt, hogyha nem, tehát meg volt indokolva. De hogy a helyzet fölnállt, tehát lehet ilyen, csak én azt gondolom, hogy azt mondjuk, hogy itt már megfelelő, akkor az annyira tár, hogy nem tudom, hogy mi fér bele, tehát hogy mi az, amit neki megfelel. Tehát, hogy akkor ne fizikai munka legyen. Szóval én egyetértek vele, csak hogy ezt nem tudom, hogy fogalmazok meg, hogy a
szakirányának, vagy a diplomának mi felelősége? A megközelítőleg be lehet tenni egy rendeletben, hogy amennyire lehetséges, a képesek és ezt én kérdem. A képesek is tegyük bele, hogy kihúzzuk valakinek a méregfogyat, hogy ez milyen probléma. Ezek után itt személyes mérőből ment a vita, de azt kérdezik, szavazzuk meg, próbálj kontra, ennyi. De úgy gondolom, hogy a képesítésen megfelel, nem tudunk olyan munkát adni az elkövetkező 5 évben, akkor kész, akkor vége. Ha a kérdés, hogy mi a megoldás, ide jön diplomával, és mondjuk neki, hogy nem, mi nem tudunk csak söprést adni. És akkor azt mondja, hogy hát jó, és akkor most akkor kérek segít, akkor segíthatunk neki. Nem megint, hogy rászul, akkor igen. Jó, de van keret, pénzről beszélünk. Pénzről beszélünk. Gondolom, hogy a diploma megvédés, hogy egy másik az gyereke. De egészen másról beadom szó, aki hat elemét végzett és nem csinál semmit, hogy valaki érted élete végig tanul és úgy kerül az utcára. A kettő között van különbség, gondolom én. De nem ez a vita tárgya, hanem az, hogy csinálunk egy rendeletet, amit szerintem jó belül legyen ennyi. De én nem szeretelek a rendeletben, tehát mi nem határoztuk meg, hogy söprést adunk, vagy mit, hanem azt kértük, hogy közelműködjön a... Én azt mondom, hogy a képesítésen megfelelő, tegyük be, vagy tegyük be ezt a címkét, ebből indult a vita. Azt mondjuk, hogy tegyük be, nem tegyük be. Képes, hogy legyen kedves végighallgatni, akkor a jegyző azt mondja, hogy javaslat rá. Akkor folytatódna a mondat, tehát úgy ez a javaslatom, tehát akkor így van a teljes szakasz. Nem állapítható meg települési támogatás annak az aktív korú személynek, aki álláskeresőként, illetve akinek a családjában élő személy munkanélküliként a munkahelyi keresés céljából nem működik együtt a kormányban a munkaügyi központjával, és a munkaügyi központ a képesítésének megfelelő közfoglalkoztatási lehetőséget kínál fel neki, de azt visszautasítja. Most egy kicsit magyarosabban van. Köszönöm szépen. Ez egy ügyetlen minden. Egyébként a jövőzt arra volt, ezt meg jól fogalmazunk. Kész vége. Köszönöm szépen. Erre gondoltam. És ki van védve minden? Akkor megkérdezem a bizottságot, hogy az elhangzott és rögzített javaslatunkkal együtt javasolja a képviselőtestületnek elfogadásra a pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet megalkotni. Aki ebben egyetért, köszönöm szépen egyhangú. Második napirendi pontunk a Tündérkert óvodában logopédiai feladatok ellátása, amivel kapcsolatban ugye megkereste az óvodavezető asszony Kócsi Andrea a bizottságot, a testületet, és én átadnám polgármester úrnak a szót ezügyben, hogy az a logopédus alkalmazásával kapcsolatban mit tud nekünk mondani. Itt Andreával elég sokat konzultáltunk ezzel a kérdésre, talán még minden az állam dolog, jelenleg nem megoldott. Többféle megoldást próbáltunk, már megyés szinten is nem nagyon működik. Hát magyarul úgy tűnik, hogy ezzel a szolgálattal nem nagyon akarnak működni a logopédusok. Nem megoldás sem Szentendre, sem Tahiti, önállóan alkalmazzák. A költségvetésből bekerült két összeg, nem kevés, mert a kettő együtt az 5-6 körül volt, mert egy 600 ezeres, meg az külön az SNI, jól mondom, SNI-snek is külön a logopédiára. Hát ez a bizottság dönti el, de főleg ugye most csak elvi döntés van, de mert ahogy a pénzügyi is van, rá kéne borítani. Elvileg a költség költségvetésbe be lehet állítani össze. Legutoljára az Andrának azt javasoltam, hogy próbáljuk meg megkérdezni, hát én is megfelhívatnám ezt a szervezetet, hogy mi lenne akkor, hogyha mi alkalmaznánk, és mondjuk leszámláznánk. Hát most erre még nyilván nincs válasz, mert erről tegnap beszéltünk. De ez nem a mi feladatunk, de hát azt meg ugye nem hagyhatjuk, hogy gyerekek dadogjanak. Persze. Tehát most bele téve egy összeg, én szerintem nem biztosítom, hogy az elég lesz egész évre, kéne megoldást találni, egyelőre nem tudunk. Alpolgármester úr? Köszönöm. Mi a múltkor is abban maradtunk, hogy azt tudjuk, hogy nem akarunk együtt működni a szervezettel, de hogy miért nem, ezt úgyis nem lett egyértelmű, hogy mi volt elvég gondjuk bele. Ez kérdezett, hogy mi a legnagyobb probléma a szervezettel? Nem, sajnos nem. Ugye azt, az is volt, hogyha csak az a gondjuk, hogy keveset kapnak, akkor hogy csak rásegíteném, hogy a megoldást lehetnek. Jónan is kapnak pénzt, és még bószolnánk. De hogy tudjuk én, hogy mi az a dolog, ami miatt ők ezt ennyire utasítják.
Igazság szerint senki nem merik elvállalni azt és elmondani, hogy mi a pontos oka annak, hogy miért nem szeretnének a szakszolgálattal szerződni. De már, bocsánat, más településen sem senki nem szolgálja, sehol se szerződnek vele, vagy csak nálunk ez a két hölgy is úgy? Na most a két hölgy, aki nálunk van jelen pillanatban, ugye aki a sajátos nevelésűekkel foglalkozik, illetve hát akit felkértünk, hogy foglalkozzon, ők nyugdíjasok, ők nem is szerződhetnek a szakszolgálattal, csak miniszteri engedéllyel. Na most mind a kettőt megkérdeztük, de mivel ők eleve a Kliknél is már szerződésben vannak, nekik ez a 10 órájuk, amit ők dolgozhatnak, az már kifutott. Tehát úgy, hogy nálunk dolgoznak 6-ot, meg ott 4-et, így már kifutott. Tehát nekünk kellene egy olyan logopédust találnunk, aki szerződik a szakszolgálattal, akkor megoldott lenne az ügy. De sajnos nincs ilyen logopédus. Én már próbáltam sok helyen hirdetni is, meg ismerősök által. Felmerült olyan lehetőség is, hogy hallottam, hogy visszamegy Gyesről, most a tavasszal egy hölgy. Megkerestem szintén a szakszolgálat vezetőjét ezzel kapcsolatban. Azt a választ kaptam, hogy Szentendrét kell először, Szentendrében van két olyan óvoda, akit el kell látni, és majd talán utána sorra kerülünk. Na de itt van, február van, az 50 tankoteles korú gyerekből 25 gyereknek kellene logopédiai ellátás. És sajnos nem tudok előrébb jutni. Én novemberben megkerestem a Kliknek a vezetőjét is, mert ugye nekik kéne biztosítani, ott is elutasító választ kaptam. Úgyhogy nem. Köszönöm szépen, Gabi. Én két oldalról közelíteni, három ezt a kérdést. Az utolsó lesz a szakszolgálat, de az első. Kötelességünk ezekkel a gyerekekkel foglalkozni. A testületnek, és akkor esetleg testület vezetőjének, a polgármester úrnak kéne a Kliknél eljárni, hogy mi az, hogy elutasító választ kap a mi óvodánk, amikor 25 gyerekről van szó. Ez egyszerűen felháborító, és erre írásos választ kérünk, hogy mi az oka. Egy. Mert tudnunk kell. Felháborítónak tartom ezt a szakszolgálat dolgot, mert valami rákfenéje biztos van a dolognak, hogy egy logopédus sem hajlandó velük szerződni, viszont monopól helyzetük van. Itt visszacsatolok akkor erre. Ez megint a falu fejének a puvoárja lenne, mert hiszen más nem talál ez csatornákat, hogy megkerülni, megtudni, megérteni, és esetleg megoldani, mert nem létezik, hogy egy Leányfalu nagyságú nagyközségbe lerázzák, hogy jelentéktelen az a 25 gyerek, egy se jelentéktelen. Három, ez nekem fölmerült, lehet, hogy most megköveztek érte. Pénzről is szóval, mint mindig. Van a szakszolgálat, meg tudjuk fejelni, lásd a költségvetésünket, de felvetődik bennem, mint hajdani szülőnek, vár most is az vagyok, de szóval szülőnek, meg nagyszülőnek a nevében, hogy ha valakinek van egy esenés, vagy akár logopédiai kezelése, vagy foglalkozásra szoruló gyermeke, nem létezik, hogy nem áldozna mindent, ami tőle telik, hogy a gyereken segítsen. Ez lenne a harmadik lába, hogyha ezen is múlik az, hogy egy logopédus eljöjjön ide, hiszen ha nem itt él, közlekedési költsége van, egyéb olyan költségei merülnek fel, amely ott lakván, például Szentendrén nem. Nem tudom, hogy ez járható út, de ez is lehetne a segítség egyik szálának forrása. Köszönöm. Köszönöm, Orsi. Én csak annyit szeretnék kérdezni, hogy tehát ugye olvasom ezt a szakértői véleményt, ott azért elég zord képet fest, hogy igazán valami az előterjesztésben szerepel, hogy a logopédusnak egy órával megemeljük a... Igen, ez az egyik, tehát az egyik előterjesztés. Hát én azt nem értem, hogy ha ennyi a problémás gyerek, akkor hogy lehet, hogy egy óra megoldja? Igen, vagy ha, szóval nekem ez de ott az esenés gyerekeknek a foglalkozását egy órával megemeljük. Hát ez az, amiben meg ott van az összes logopédia. Igen, és plusz a másik a része az előterjesztésnek,
a külön az esenés gyerekeken kívüli gyerekeknek a logopédiai ellátása. Az egy külön kétkörös, kettő lenne, igen. Úgyhogy én arra szeretném megkérni a bizottságot, hogy akkor amennyiben mindenki ismeri az előterjesztést, és nincs hozzászólni valója. Ja, bocsánat, óvodavezető asszony szeretném még. Igen? Szeretnék annyit, hogy én november 5-én, mikor írtam a tankerületnek, december 5-i válasz az volt, hogy sajnos tankerületünkben nincs olyan szakember, aki el tudná látni az ön által megjelölt feladatot. Így a logopédiai ellátás biztosításával kapcsolatos megkeresését továbbítottam a Klik Ceglédi tankerületéhez, illetve Polgárdi Veronikához. Na most én a Ceglédi tankerület főigazgatójának is írtam decemberben, tőle se kaptam választ. A Szentendrei szakszolgálat vezetője pedig azt mondja, hogy nincs, két logopédus hiányuk van, tehát két fő állást hirdettek meg, de még mindig nem jelentkezett senki. Hogyha mi találnánk egy logopédust, akkor és szerződne a szakszolgálattal, azt az ígéretet kaptam, az a miénk lehetne. De ezt az ígéretet kaptam augusztusban is, és a végén, november végén a hölgy, aki az elmúlt években foglalkozott a gyerekekkel, az utolsó pillanatban visszalépett. Én megkerestem a Balmain megyei, mindegy, Esztergom megyei, de lányfalon lakó képviselő, és ő lépett minden, biztos, hogy lépett, mert megkereste a Randit is. És ugye ugyanott tapadtunk el, itt valószínűleg személyi okai vannak annak, hogy miért nem akarnak ezzel a szervezettel szerződni. Én kimaradásnak nem lehet őket ki, hogy ők elmondják, hogy milyen feltételekkel szerződnek, nem akarnak, ennyi nem kényszeríthetők. Ezt a levelet megírom ugyan, hogy hát nem fogunk sokkal előrébb menni, oké, ide a Szentendreinek, vagy pedig akkor Cegédre, én is, meglátjuk, hogy itt válaszolnak. Ez lesz a válasz, nincs ember. És azt mondta, hogy neki 15-re tudna alkalmazni, és van neki 8, és nincs a neki. Ez egy jó szakma. Egy nagyon fő alapú kérdés, megkerülni nem lehet őket? Hát most hova? Hát azért a szakmai szolgáltató, az nem úgy van. Szakmai szolgáltatók azok a szervek, amelyek szakmailag fölöttük áll, tehát nem úgy szerzek valakit, és majd az el fogja látni. A köznevelési törvényt én is meg fogom nézni. Na most akkor magán szálakat kell igénybe venni, én is nekiállok, és megkérdezem, hogy ki az, aki logok. És személy szerint kiket ismerünk. Nekem is vannak kapcsolatok, megkérdezzük majd. A másik pedig, hogy azt szeretném megkérdezni, Andi, hogy ez a 25 gyerek. Én ezt nagyon-nagyon soknak tartom, tehát az 50%. Milyen típusú a logopédiai eset, tehát a anamnézis? Milyen típusú a? Hát többfajta, ugye a legtöbb, tehát a fontosság is, hogyha lehetne. Hát itt, amit a Huga Judit készített szűrővizsgálatot, ott van igazság szerint felsorolva, hanghibák, hallási differenciálás, grafomotoros fejlesztés, főként hallási differenciálás, meg hanghibák. Na most még annyit bocsánat, hogy a törvény tehát úgy szól, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekeknek az ellátása, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási, igen, a BTMS gyerekek ellátása, az ugye a fenntartó feladata. Na most ebből a 25 gyerekből 5 gyerek, aki tanulási nehézséggel küzd, 3 sajátos nevelésű igényű. Na most itt az egy óra az arra vonatkozik, hogy ugye a 3 sajátos nevelésű igényű gyermekből egy beszédfogyatékos, akinek 3 óra fejlesztés kell, 2 gyerek egyéb pervazív fejlődési zavar, autista. Nála az egyik kisfiúnál 2 órát írt elő a szakértői vélemény, a másiknál pedig logopédiai, aki miatt kérnénk az egy órát, logopédiai ellátást, azt a szakszolgálatnak lenne a feladata, tehát a mivel alapellátás, de mivel a szakszolgálat a szülőt januárban elutasította, így ezért kértem, hogy mivel sajátos nevelési igényű a szakértői véleményemben benne van, akkor legalább egy órát kaphasson a fejlesztésre. Nem kérdezik, hogy az iskolában nincs logopédus?
Nekünk van logopédusunk. És igen. És most már ugye kaptam egy pszichológust is 4 órára, de ő is, hogyha tehát magánbeszélgetésben szívesen elmondom. Igen, még annyi kérdés, hogy most megszavazunk a költségek összeget, akkor a jelenlegi két hölgy kapja majd meg ezt a plusz órát, hogy fogja ezt ellátni ebből a pénzből. Tehát akkor nem keresünk más logopédust. Hát igazság szerint, hogyha a június 15-ig, tehát amíg az iskola tart, ezt a lehetőséget megkapnánk, azt nagyon köszönnénk, mert az nagyon sokat segítene. És hogy hát jövőre, ugye szeptembertől mi lesz a helyzet, azt nem tudom. Én most próbáltam a minisztériummal egyezkedni, de sajnos nem értem utol dr. Kislászlót, aki a szakszolgálatokért felelős, illetve a Paszkozné Kulcsár Andrea foglalkozik még az óvodákkal, de még őt se sikerült telefonon elérnem. Igen, tulajdonképpen, ha jól értem, akkor 4 hónapról lenne szó. Hát első tűzoltásképpen, akkor ugye utána itt a nyári szünet. Azt sem tudjuk, hogy a klikken mi lesz további abban, hogy eltalálni, hogy teljesen megpróbálkozni az oktatási rendszert. És én arra gondoltam, hogy talán erre az üzenetekre a költségvetésbe, hogyha... De be is van állítva. És akkor közben pedig csak találjunk el. Persze, jó, akkor... Akkor ők ellátják. Igen, jegyző az jó. Elsősorban arra kéne találni, aki hallgatott a szerződéssel a szervezetben. Én most ebben kell érdezni át valamit. Hát vagy megnézhetni a főnökussal, hogy miért nem szerződik. Jegyző asszonynak adnám a feladatot. Az intézményezet asszony említett, hogy vannak olyan szülők, akik tudják nagyon jól, hogy az önkormányzat mekkora terhet vállal ezzel, hogyha ha tudja finanszírozni a ugye nem ránk nézve kötelező ellátást. Jelezték többen szülők, hogy ők fizetnének is ezért. Most nyilván az óvoda ezért pénzt nem fogadhat el, de hogy mégis a önkormányzati terheket csökkentsük, felmerült az a lehetőség, hogy esetleg nem célzottan nyilván, de van egy iskolaügyi alapítványunk, hogy ezek a szülők esetleg befizethetnének támogatást. Nyilván kötelező és senkinek nem tehető összeg, nem megszabható, de hogyha előre ajánlkoznak szülők, hogy ők szeretnének ezért valamilyen honoráriumot, akkor legalább az alapítványnak tudnának befizetni. De nem szívirányosan. Nem szívirányosan, csak mégis. Jó, értem, értem. Akkor feltenném a kérdést a bizottságnak, hogy javasoljuk a testületnek elfogadásra, hogy a Tündérkert óvodában a feladat ellátása érdekében az esenés gyermekekkel foglalkozó dolgozó óraszámát 1 órával megnöveljük. Aki ezzel egyetért, kész feladatást jelezze. Köszönöm egyhangú, a másik pedig ebben a körben, hogy szintén a Tündérkert óvodában a feladatok ellátása érdekében 1 logopédust foglalkoztassanak legalább heti 6 órában megbízási szerződés keretében a nem esenés gyermekek ellátására, alapellátásra. Aki ebben egyetért, az készfeltartással jelezek. Köszönöm szépen, egy hangú. A következő napirendi pont javaslat a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására. Szintén jegyzőasszony, kérném meg, hogy tájékoztasson minket. Talán már említettem, hogy volt 2014 negyedik év végén egy belső ellenőri vizsgálatunk civil szervezetek támogatásával kapcsolatban, és a belső ellenőr javasolta, hogy mindenképpen alkossunk rendeletet a 2015-ben, hogy amilyen gyorsan tudunk a civil szervezetek támogatásáról. A későbbi leveleiben már kötelező elírta ezt felül, tehát mindenképpen meg kell alkotni, ezt most tisztáztam, mert azt mondta, hogy saját magunkat segítjük, az elszámolást is mindenképpen
a támogatásnak a rendje lenne szabályozva, illetve az elszámolásnak a rendje egy ilyen rendeleti formájában. És a Farkasdi Vágott úrral beszéltünk délután, mondtam neki, hogy nem ne lepüljenek meg azon, hogy egy kicsit ilyen sablonszerű rendeletet kaptak, kapott a bizottság, illetve a testület, és a belső ellenőr kérte, hogy ha lehet, akkor ezt a rendeletet fogadjuk el, és több önkormányzatnál volt ÁSZ-vizsgálat, ahol célzottan vizsgálták a civil szervezetek támogatását. Sok probléma volt a rendeletekkel, a helyi rendeletekkel, és végül ez a rendeleti forma volt az, amely az ÁSZ-vizsgálatokon is átment. Tehát ez egy ilyen sablonrendelet, amihez nyilván hozzá lehet tenni, mert nem kötelezhető egyik képviselőtestület sem, hogy szó szerint ugyanezt a rendeletet fogadjál, csak ő kérte, hogy saját helyzetünk megfinítés érdekében lehetőleg egy ilyen kicsit általános szövegezésű rendeletet fogadjunk el, és ennek megfelelően legyen majd a pályázat és a civil szervezetek pályázatának a benyújtása, hogy ez itt leírtaknak megfelelően, illetve az elszámolás is ennek módja szerint legyen, módja szerint történjen meg. Na most itt a beszámolás a rendeletben az egy a következő január 15-án. Ezen lehet egy kicsit meditálni, hogy ennek a civil szervezetek eleget tudnak-e tenni. Hogyha én itt úgy gondolom, hogy nem van esetleg lehetőség arra, hogy ezt a határidőt tágítsuk. Ugye most a civil egylet is be tudott számolni, van, aki ezt meg tudja tenni, de talán itt én magam is úgy gondolom, hogy egy kicsit talán lehetne tolni ezt a határidőt. Ha nem esetleg, ha valamilyen kérdés van még a civil egylettel kapcsolatban, még egy gondolat, hogy a versenyből egy utóellenőrzést végzett, és hát újra eljött és megnézte, megint beszélünk a civil elszámolásról, összességében rendben találta a leállítósi civil egyletetről is beszélt, az egyletnek is a beszámolóját elfogadta, tehát összességében minden rendben volt a eddigi működésével a civileknek. Köszönöm, Orsi. Én ott a pályázati kiírásának nagyon nagy nehezítésnek tartom azt, hogy a szervezetnek egy jogi személynek kéne állnia. Tehát, hogy nem lehet, faluban vagyunk, tehát, hogy nem lehet, hogy egy természetes személy, aki egy felelős vezető vagy bárki, hogy ő adjon be pályázatot. Mert egy csomó olyan civil szervezetünk van, akinek nincs jogi személyiség, se alapítvány, se egyesület, akármi. Tehát akikről ugye a Gyula itt a múlt alkalommal beszámolt, mondhatok a baba-mama kört, vagy minden. Tehát egyébként nekünk nincs cserkészcsapatnak, nekünk sincs, mert nálunk a Magyar Cserkészszövetségnek van jogi személyisége. Tehát hogy ez egy nagy nehezítés, hogy itt úgy is ismerjük egymást, hogy mondjam. Tehát hogy nem lenne elég, hogyha egy természetes személy nyújtaná be a civil szervezet nevében. Hogy természetes személy a civil szervezet nevében? Hát akit képvisel, úgy értem. Akkor a civil szervezet, azt beleírhatja, tehát maga a civil szervezetnek a pályázatát nyújtja be a igen, hogy egy természetes személy, így van. A képviselő az természetes személy, az nem. Jó, de az van a szövegben, hogy jogi személyiség, nem lehet ilyen. Igen, vagy nem? Nem lehet. A képviselő az nem. Jelenleg fönnak a törvénykor, nem lehet. Hát magyarán, nem mondom. Tényleg te két variációt van. A Cserkész Szövetség. Jó, azt én megoldom szerintem. A nyugdíj, érdekről beszélgetünk. Azokról a nyugdíjasok bementek az évetet az élet, vagy éveket az éveknek országos nyugdíjszervezet alá, és rajta keresztül pályáznak. A cserkészek, pedig a magyar cserkészek adószámán keresztül. De hogy mit tudom, itt van a kór. Azért nem lehet, mert nem lehet. És ezért jött létre a civil egylet, például a Mama Klub, és ezért jött az elszámolási rend. Tehát a vakacságnak nem kell, hogy belépjenek a civil egyletbe, mert önálló jogi személy, de amikor ez eldöntődött, és mi kitaláltuk azt a rendszer, ami példaként áll minden falu felé, hogy a Mama Klub azok, akik nem tudják ezt megcsinálni, ugyanis ennek költsége van. Tehát ha azt mondjuk, hogy egy baba-mama klub jöjjön létre, akkor annak a könyvelése, vagy egyebek az több százezer forintba kerül a működése, vagy a pusztasándor kör, a
aki évente 30 ezer forintot kapott, nem most, hogyha jogilag működik, akkor 100 ezer forintot kell, hogy kifizessen egyebekre, és 30 ezer forintos támogatást kap. Ez a két út van. Az egyik a jogi része, hogy a civil egylet lesz meg, a másik része pedig azt jelenti, hogy a jogi személy válik. Ez a két út van. Azért jött létre, mert az önkormányzat nem adhat egyetlen egy forintot se természetes személynek ilyen alapos. Függetlenül attól, hogy cserkészek, vadkacsász, babamoszkók. Ez az egy. Az, hogy ez a jogi kerete így van, hát ezt nagyon nehezen tudom elfogadni, ugyanis a helyzet ad, megint az a problémám, hogy ez rendben van, hogy ez egy, és ők ismerik a törvényt, akkor ez arról van szó, hogy a jogi személynek a vezetője az a legrosszabb helyzetbe kerül, 10 évig anyagilag felel az egyeset vagyonáért, 10 évig, tehát 10 év után, ahogy lemondott, felel az egyeset anyagáért, minden egyes vagyoni helyzet saját vagyonáról felel érte. Tehát magyarán, amikor ez a törvényt megkerült, az is hülye, Magyarországon bármit csinál, ez volt a civilek véleménye. De ez a törvény, és a törvényt be kell tartani. Tehát én kettő dolgot mondok, hogy ugye most már mindenki a civil egyleten keresztül kapja a pénzt, és abba állapodtunk meg hallgatólagosan, mivel a faluba ismer mindenki, hogy az a keret, amit a képviselő teste rendelkezésére bocsájt a civileknek, a civil egylet ezeket kiossza. Tehát magyarán semmifajta felülbírálása nincs, mindenki megkapja azt a pénzt, amiben megállapodtunk, és ezzel elszámol a képviselő testület felé. Ilyen egyszerű ez a dolog, és jogi státusa megvan, ezzel rendben van, az elszámolás módjában szerintem kéne ott valami a jogszabálynak megfelelő módon beletenni egy kritériumot, ami azt jelenti, hogy a civil egylet, akik nem önálló jogi személyek, azok a civil egylet, Móricz Zsigmond 126 című számlával számolnak el civil egylet jelleggel, a többiek pedig a saját önálló jogi személyiségnek számol másolatával, viszont erre az van, hogy a felelős jogi személy aláírásával, hiteles dátumával azt mondja, hogy a szöveg azt mondja, hogy a mindenben megegyező hiteles másolat, nekem már van egy ilyen bélyegzőm, lehet, hogy nem pontosan, ezzel kell megcsinálni. Ez szerintem kell, hogy tartalmazza a rendeletünket. Hogy kell elszámolni, mint kell elszámolni. Magyarán az önkormányzat semmifajta természetes személynek egyetlen egy forintot nem adott oda. Köszönöm. Köszönöm. Most. Akkor ez most technikailag úgy fog nézni, hogy ha kiírja az önkormányzat, nem tudom ki a kiíró bizottság lakási testület, jó? Tehát kiírja a pályázatot, akkor egy darab pályázat fog beérkezni a civil egyletét. Nem, ez úgy néz ki, nincs pályázat. Ezt így szeretnénk csinálni, vagy mert azért, ha ezt kiírjuk, akkor más is, aki a civil egyletnek nem tagja, hát az is benyújthat. Elvileg nincs pályázat. Nem. A pályázó, ez azért mondom, hogy ez kiemelt szöveg és ide bele téve, és az nekünk nem jó, nem szeretjük. Ja, akkor nem ezt szeretnénk csinálni, amit leírtuk. Nem, magyarán is, vagy egy szövegből átemelő dolgok vannak, de ez így nem jó. Az önkormányzat megalkotta azt a fajta költségvetését. A rendelet szövegéből szerintem az derül ki, hogy itt most pályázat kiírás lesz. Igen, de ez nem jó, mert nem ez a, hanem az önkormányzat, a civil szervezetek meghatározott egy keretet, ami 10-20 éve így működik, vagy 12 teljesen mindegy, és ezeket ilyen módon adja oda. Jó, de hát nyilván most azért kell ezt csinálni, mert ezek nem voltak. Azok, akik például a tramburi fölöttek elnézést, akik bejöttek, azoknak az igényét ugyanúgy bevette a Gyula ebben a büdzsébe. Én most ezt úgy tudom, értelmezni, hogy a civil egylet a legnagyobb, ugye a jogi személyiséggel rendelkező egyesület, aki beadja a pályázatát, és a megnyert pályázatot, ugye a megítélt összeget megkapja, és a saját berkein belül ő ezt elosztja, de ugyanúgy ő beszámol az elosztott pénz felhasználásáról is. Ezt így tudjuk ebben az esetben megoldani, hogy a kicsit tegyünk hozzá, hogy a képviselő testület előzetes tájékoztatásán jóvagyásával, tehát itt mindenki tudja, hogy kinek mennyi pénz van, hát tehát nagyságrendileg nem úgy van, hogy a civil egyetlen vezetősége ezt a 2 millió adott össze-vissza adja, hanem egy előzetes tervezetes alapján, és akkor ez így rendben, és az ellenőrzés is ennek függvényében jön. Így van. És aztán a civil egyleten kívüli egyéb más szervezetek is ugyanilyen módon fogják megkapni a megítélt támogatásokat. Edith-ke?
De ha az a kérdés felült fel, az Ivátot kérdeztem, ők nem tartoznak, tehát a polgármesség nem tartozik a civil egyénbe. Nem, de ő külön jogi személyiség. Igen, csak itt az van, hogy a, ki nem pályázhat. Például itt van egy olyan, hogy nem kizárt közjogi tisztségviselő. Micsoda, még egyszer nem találtam. Melyik részben van ez? Itt van, hogy részletes indoklás. Ez a második oldal, ami átmondik a harmadik oldalra, és itt a... Egy kívülról szöveg. Nyolcadik paragrafus, B pontja. Nem kizárt közjogi tisztségviselő. Igen, ez tulajdonképpen ez az egész fejezet itt arról szól, hogy ki nem pályázhat. Nem pályázhat, aki a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közleműködő vagy döntéshozó, ez is például van a közgazéváró, a képviselő. Meg a Falkasburgára. Nem kizárt közjogi tisztségviselő. Ez is ugye ebben majd jegyzőszünkségében van. Megvan ennek a megoldása, tehát erről én beszéltem a belső, erről a Farkas Gyulának úrral is, majd ha lehet, akkor ezt más formában beszéltem a megoldásra. Van rá megoldás, hogy ez akkor átidalmat legyen. Igen. Gabi? Ez egy zárójeles kérdés, hogy az Éva esetben például azért nem égető, tekintettel arra, hogy polgárőrség a rendőrséggel között együttműködési megállapodás nélkül nem működhet. Én ezt tudom mondani. Tehát a polgárőrség effektíve ma nem létezik. Be van a december 15-én adtuk be a átjegyzési kérelmet, azóta egy írás nem jött a cégbírósághoz. De bocsánat, mióta húzódik el? Nekünk is húzódik. A bíróság nem a bíróság, a polgárőrség. Én nagyon szépen kérem a hivatalt, hogy ezért nézzünk utána, feketén-fehéren, hogy mióta nem vagyunk képesek a rendőrséggel együttműködési megállapodást kötni. Évekről beszélünk már. Köszönöm. Jó. Pepe, valóban az egyik mondja, Évával elvonatkoztatva, azért húzódik minden egyes ügy, mert időben nem adta be a közhasznosságot, 2015 évi pályázatok kiesett. Minden olyan alapítvány, egyesület, amikor a közösség nem most szabította meg, 2015-ben kiesett a pályázat. Ez a része a dolgnak. Aki meg benn van, annak meg állandóan meg kell hosszabbítani, tehát hiánypótlásra kell. De az a közösségát megyünk vissza. Én azt szeretném, hogy nem tudom, hogy lehetséges-e, hogy ha már csinálunk egy rendet, tehát ami kell, hagyjuk benne, és ami ránk nézve nem jó vagy sértő, nem, azt vegyük ki. Tehát, hogy ehelyett nem lehet olyat betenni, csak kérdezem, mert ugye nem értek hozzá, tehát ilyen szinten jogi részét nem, hogyha az önkormányzat eldöntött egy keretösszeget arra, hogy a civil szervezet juttassa, akkor azt mondjuk, hogy ameddig ez működik, akkor így, és az újabb szervezetek, a tagszervezetek, akik jönnek, azok jelentkezzenek be. Tehát, hogy csináljunk majd olyan rendeletet, amit ért mindenki, ami rendben van, és hagyjuk benne azokat a mondatokat, amiket benn kell hagyni, hogy mindenki megnyugodjon. Nem tudom, hogy... És akkor itt az elszámolás is teljesen rendben lenne, mindenki elszámolna úgy, hogy tudna, a pénzelosztása rendben van, ugyanis rendben működik, ez már 20 éve így, ahogy van. Amikor adunk egy rendeletet, akkor teljesen jogosan felmerülnek itt a kérdések, hogy senki nem felel meg a saját rendeletünknek. Köszönöm. Azért is kértem versenyről, hogy lehetőleg ezt a rendeletet fogadjuk el, mert hogy ugye... Meg a civil törvény nagyon, nagyon megszorítja a... Én is van a civil törvény, de ez nincs benne. A 8. paragrafus. Biztos, hogy így van, hát ilyenek nincsenek most. Hozzányúlhatunk a rendelethez, azt nem fogom tudni most konkrétan megmondani, egy-egy javaslat az a civil törvénynek megfelelett, tehát akkor lehet még ezt egy kicsit vizsgálni, tehát én elfogadom, most számba vesszük a javaslatokat, és akkor ígérem, hogy összeletem a civil törvénnyel, hogy ott az mennyire van szabályozó, mennyire az problémás, meg lehetőleg... tehát, hogy átmegyem.
A gyakorlatot egyébként, a kialakult gyakorlatot azt jóvá hagyta a verseny, és azt mondta, hogy igazából ez a kettő az párhuzamosan fog futni, a gyakorlat az jó, legyen mögött egy rendelet. Próbáltam azért. Hogy sajnos kell egy kis papírmunkát csinálni. De az se egészen, mert ugye ezt, hogyha meg kell újítani, akkor már a alapadatokat nem kell benyújtani. Tehát egyszer kell megcsinálni a pályázatot, és hogyha nem változnak az adatok, illetve ha módosítva vannak az adatok, ha módosulnak, akkor újabb beadványt nem kell készíteni. De muszáj megcsinálni, tudjuk, hogy ez egy... Én sem szeretem a bürokráciát, de hogyha ezt a belső rendben azt mondta, hogy ugye így leszünk legális, hogy így nem lehet belekötni az önkormányzatot, akkor ezt meg kell tenni. És hát tudjuk, hogy a hivatal se örülnek, hiszen pályázatok kell kijönni, nekünk meg majd meg kell vizsgálni, meg mit tudom én, mind fölösleges dolog, hiszen mégis működött eddig is, annélkül, hogy ezt megcsináltuk volna. De hát a bürokrácia csökkentése jegyében megcsináljuk. Igen. Elfogadom, de gyerekek, nem lehet, ha már mi rólunk van szó, hogy olyan rendeletet csináljunk, amit mi fogadunk be saját magunknak, és jó. Hát én komolyan mondom, megvalósulok. Hát így a saját kaptársunk nem ért, hogy most pályázol, vagy nem pályázol. Képviselő úr, akkor én azt javasolnám, hogy tegyél valami javaslatot, hogy milyen szövegezés kerüljön be. Hány napon van, most elutazom egy nap, a jövő héten hétfő kedden be van? Jó. Szerintem most akkor a bizottság ezt... Én megpróbálom, lehet, hogy ez nem lesz szakszerű, és ugyanúgy kiskegyed majd bele. Jó, akkor ezt elválasztjuk. Igen, amit én két megjegyzést tennék, az egyik ehhez kapcsolódik. Nem a jegyzésötözködéséről van szó, hanem törvényről van szó, valamint a belső ellenőr javaslatairól, amit hála Isten, hogy vannak, mert ha nincsenek, akkor az ÁSZ elkaphatja a gravancunkat. Kettő. Mindenképpen egyetértek azzal, hogy ha a törvény elvenünket kötelez, igenis fedezzük le a testületet, fedezzük le a hivatalt, fedezzük le a civil szervezeteinket. Ha jól működött eddig, innentől már bocsánat, elég öreg vagyok ahhoz, hogy ezt mondjam, bőrpapírral mögötte legalizáljuk teljesen, de ez nem uramátyámkodás sajnos. Lehet, hogy itt belül egymás között, csak itt közpénzekről van szó. Ha pedig közpénzekről van szó, az utolsó garasig a törvényeknek kell megfelelni a felhasználásoknak. Ha ez a feltétele, akkor meg kell tenni. Köszönöm. Én csak egy apró javítás benne, hogy jó, tehát a... Igen. A hatodik paragrafusnak a alapontja. A hatodik paragrafus második bekezdés alpontja, ott el van írva a bekezdés E, az nem egy E, hanem D. És az olyan mindegy, hogy ezt mondja, ilyen pedig. Jó, mindegy, jó, ez megsősz meg. És akkor tetszett mondani, hogy 31 év, és 15, de 31 év. Január 31 vagy 31, csak hogy ezt tudjuk-e tartani. Bocsánat, hiszen azért a január persze. Jó, csak annyi, igen. Hogy a rendelet, igen. Mivel közpénzről van szó, hogy szót sem érint arról, hogy a vieset mondott. Ugye tegyük helyre. Hogy kell elszámolni? Mert közpénz, szó sincs itt. Miért nincs benne? Tehát én ezt meg tudom mondani, hogy a fóni. Hát még társadalmi. Én úgy gondolom, hogy felkörült a filmján nézem. Én úgy gondolom, hogy segítek ezt. Lehetőleg megpróbálom megoldani ezt körülményt elejére, jó? És akkor úgy, hogy ha én ezt el tudom fogadni úgy, hogy akkor, ha az ügyvéd, a jegyzőasszony azt mondja, hogy ezek a kiegészítősen rendben van, akkor ez így van. Akkor csak ez nem tud elmenni a holnapi testületi ülésre. Nem baj, a következő bizottságülésre akkor visszahozzuk, jó? Nem? Egy testületi ülés van végén. Ja jó, csak most holnap nem fog itt lenni, bocsánat, mert nekem már ez be van. Jó, ez így? Ki, akkor kinézem, megnézem, oda teszem a jelenlegi dolgot. Jó, hogy csináljunk már egy jót, hogy jó legyen. Jó. Mert köszönjük. Csak baj van. Orsi, én még egy olyan gyors kérdés, hogyha benne van, hogy meddig kell elszámolni, akkor lehet, hogy bele kéne venni ezt a dátumot is, hogy mikor írjuk ki a pályázatot, nem? Mert azért azt a szervezetnek is tudni kell. Fájdul-e magam, hogy meg kell elszámolni, szerintem, hogy... Jó, a jelenlegi rendelet elvezetve van. Igen, van. Jó, köszönöm. Akkor ez a visszatérő napirend lesz a következő bizottsági ülésen. Akkor
akkor a negyedik napirendi pontunk az a szervezeti és működési szabályzatnak a módosítása, amiben szintén jegyző asszonyat segítségünkre. Nagyon gyors leszek, és lényegében két ok miatt kellett hozzányúlnunk az SMS-hez. Az egyik a legfőbb oka az ugye a szociális rendeletnek a változása. Tehát bizonyos, igen, most nem ismétlem el, amit ott elmondtam, ezt az SMS-ben azokat az ellátásokat, amelyek benne voltak, és ugye meg volt határozva, hogy akinek a hatásköre, azok kikerültek egy az egyben belőle. A bizottság szerepe ugye a meglévő, a mostani rendeletnek megfelelő ellátásokhoz döntéshozó képviselőtestületnek a ugye delegálta a bizottságra a döntéshozatalnak a lehetőségét. És volt egy régi elmaradásunk, ezt az utolsó hetedik oldalon láthatja a bizottság, ez igazából, ezt csak egy tájékoztató jelleggel mondom. A 2013-ban még a közútkezelői hozzájárulás addig jegyzői hatáskörben volt, és 2013-tól, 2013. január 1-től visszahelyezte egy törvény a közútkezelői hozzájárulás kiadásának a lehetőségét a képviselőtestülethez. A képviselőtestület delegálhatta a polgármesterre, vagy akár a jegyzőre. Én nem feltétlenül tartanám jónak, nem is működött ez nálunk így, hogy a jegyző legyen, hiszen az önkormányzatnak a vagyonáról, közútjairól van szó, tehát én úgymond nem érzem ebben igazából a hatósági hatáskört, nem ugye igenis polgármesteri hatáskört éreztünk benne. Így is volt a gyakorlat, a polgármester nevében mentek ki a közútkezelői hozzájárulások, viszont ez az SMS-ben 2013-ban valamiért nem lett módosítva, és nem akartam csak azért most behozni egy SMS módosítást, ugye ezt, hanem vártuk azt, hogy úgy is hozzá kell nyúlni, akkor ezt rendezzük az SMS-ben. Ezért most már akkor így ez nem lesz. Ritkán van erre egyébként, ritkán fordul elő, de azért előfordul közútkezelői hozzájárulást kell. Például ugye van egy ilyen, most bírósági eljárások is van ezzel kapcsolatban, valaki kapuba állót nyitesített a telkén, és ugye azt, hogy telekhez, telekről kihagyhasson közül egy ilyen hozzájárulás. Elviekben megadottnak is lehet tekinteni, de meg is feladhatja a hatáskörrel rendelkező közül hozzájárulás megadása. Tehát ennek a közútnak, a kapuba álló a közútnak hajtásnak a lehetőséget például. Editke? Köszönöm. Ennek fényében nem tudunk-e esetleg valamit tenni az évek óta folyóhozavonában, hogy itt valahogy a mentő meg tudja válni az évek előtt. Próbáljunk meg még egyszer neki, most már sokat szólnám, mert problémák lesznek. Most is problémák vannak, de jelen olyan időben. Éjjel sütjük, nem értem, hogy miért nem lehet ezt letesteni, működött évekig. Van ilyen, elég a vonal. Nincs ezzel kapcsolatban észrevétele, akkor megkérdezem a bizottságot, hogy javasoljuk a testületnek elfogadásra az SMS módosítását az elhangzottak szerint. Aki ebből egyetért? Egyhangú, köszönöm szépen. Ötödik napirendi pont, Jékeli tanárnő beszámolója a Fábián Zoltán prózamondó versenyről. Január 30-án a Leánykolli Gyuri Zsigmond általános iskola szervezte a 20. születésnapját ünneplő Fábián Zoltán mese és prózamondó versenyt. Fábián Zoltán 1955 óta haláláig élt Leányfalun, Leányfaluda költözve az egész Dunakanyar irodalmi életének szervezője lett. Irodalmi és művészeti kört alapított Visegrádon, Szlovákiából, Romániából hívott író költővendégeket, Szentendélyre, Dunabogdányba, Leányfaluda csábította akkor neves művészeit előadó, színészeit előadó művészeit. Innen irányította, szervezte az Írószövetség képtáraként a vidék irodalmi életét.
Nála gyűjt össze a vidéki irodalmi Magyarország minden gondja baja. A verseny célja a színvonalas irodalom megszereptetése, a beszédkultúra ápolása és megemlékezés Fábián Zoltánról, aki, mint az előbb is mondtam, több szállal kötődött a Dunakanyarhoz. A versenyre három korcsoport nevezhetett iskolánként legfeljebb három tanulóval. A körzet iskoláiból 52 gyerek jelentkezett és mérte össze a tudását, nagyon sokan voltunk. Gyakran zsűriző tanárként bátran állíthatom, hogy nagyon kiegyensúlyozott, színes és színvonalas prózát hallhatott a zsűri minden korcsoportban. A zsűri külön kiemelte, hogy a választott prózák között képviselve volt a magyar irodalom fiatal nemzedéke is. A verseny emlékezetes értékelését könyvjutalmányokkal támogatta a Fábián Zoltán Alapítvány, könyvjutalmakkal és szíves vendéglátással a KIK Szentendrei Tankerülete, Leányfalu önkormányzata és egy magánszemély is. Az Alapítvány és Fábián Mária jogoltából mindenki megkapta a versenyek történetét követő könyvet, melyet lapozgatva látszik, hogy érdemes volt időt és fáradtságot áldozni az évek során. Saját tanulóink eredményeivel is elégedettek lehetünk. Szabó Janka Bella első, Jenes Kovács Janka harmadik, Jenes Kovács Barnabás és Zoltai Bence külön díjasok lettek. A zsűri azt emelte ki, hogy a feltételek, a szervezés, a hangulat nagyban hozzájárult a versenyzésre alkalmas légkör kialakításához. A versenyszervező tanárok, Bedő Szilvi, Hatvani Zsolt és a magam nevében köszönöm a zsűrinek, minden felkészítő tanárnak, az intézmény dolgozóinak a befektetett munkát és mindenfajta segítséget. Fábián Zoltánról alapítványának egyik oszlopos tagja, Fábián Mária leveléből szeretnék két sort idézni csak. Az egész szervezést nagyon barátságosnak és egyszerűnek éreztem. Nem a külsőbség, hanem a belső tartalom kapott nagy hangsúlyt, külön megköszönöm, és itt felsorol, mit tudom én, felsorolja mindazokat, akik. Tehát a múltkori Fábián Zoltán versenyt is, az 5 évvel ezelőttit és a mostani is szervezték. Nagy siker volt. Nagyon szépen köszönjük. Akkor a hatodik pont polgármesternek volt a pályázata. Ja, bocsánat, szeretném, hogy meghívtam Fábián Máriát, és mi is megemlékeztünk Fábián Zoltánról. Nagyon színvonalas kis előadást tartott Szilvin és az Adrián. Köszönjük szépen nektek. Köszönjük nektek is. Akkor a hatodik napirendi pontunk a pályázat, amit polgármester úr fog nekünk. Igen, megint ismételten kiírták ezt a pályázatot a testvérvárosi kapcsolatra. És ahogy ezt elmondtuk, én szeretném, hogyha ez sikerülne, a BEA-ba vető kapcsolatot, amit átvittem, de abban végül is a lényeg nem volt. Tehát ahogy a főjelzőt rámondtam mindent. Végül is ott van nála a kiírás, 25 ezer euróig lehetne erre pályázni. Most mutatta a kiírás, már a nyomozást folytatott. Úgy tűnik, hogy tulajdonképpen sokban nem is kerülne, mert el lehetne számolni a maximum 350 ezer forintos pályázati írási díjat, de holnap még majd akkor valamilyen információt tesznek el. Tehát, nem volt nekem semmilyen átküldetett a részletes anyagot, én nem találtam meg. Viszonylag gyorsan kéne dönteni, és hogyha a bizottság annyi felhatalmazás, hogy legalább tovább tudjunk lépni, a március 1. beadási határidőt. Szerintem ez. Igen, a testvértelepüléseknek három és az két testvértelepülésünk érkezne ide. A pályázat kiírása szerint július 1 és 2011, tehát pont a szentendanapi programokat lehetne, hogy őket ide hoznánk, kultus programokat nyújtanának, és mi is nekik. És ha 150 főt hívnánk összesen, akkor tudnánk a 18 ezer euró, 20 ezer euró körül megkérni összeget. És mondom, hogy ez a Szent Anna napi búcsúnak a programját és egyéb költségeit nagyban megsegíteni, hogyha ez esetleg létrejöhetne ez a pályázat. Abszolút. Tehát egy csütörtök délután érkezése, péntek, szombat, vasárnap, akkor meghívnánk a Kencingi Púgó zenekart és a Pántinyarok, a néptáncosokat.
Erre kell biztos, hogy kell dolgozni, beállít párvállalták, lehet lenne neked is segíteni már mi miatt kapcsán. Milyen levelek, meg milyen meghívások ennek, én ezt nem tudom, de ha jó lenne, hogy össze tudnánk hozni. De lehet, hogy itt ugye testületi határozat, meg minden. Ez nagyon szorít. Mikor jelent meg ez a pályázat? Nem tudom, én ezt most kaptam meg. Nem tudom, én sem. Jó, megnézem. Mert engem az iskola érdekelne, mert hogy csak az úgy nem gyakorlati. Nem járnak iskolába akkor. Elkezdes. Jó. Ez benne van, hogy meddig irányát, de mikor kapok olyan információt, hogy ez megfelelő tavasság? Május eleje. Május eleje. Csak eleje, akkor kell szólni, hogy mi van. Még igen, hát úgy megér megfogalmazni a felkéréseket, a leveleket, hogy van egy pályázat, és hogy amennyiben nyerünk, szerintem ezt teljes. Előtte két hónappal tudjuk őket tájékoztatni, hogy most végül is megnézheted, de ez teljesen belefér. Uh-huh. És akkor még röviden, akkor már nem elfelejtettem, hogy ugye lenne egy kisebb ilyen dolog a május végén, annak is ugye a programját beszéltük, a Van egy rendes pályázatunk az NKA-nál, a Közművelődési és a Szakmai Kollégiumnál egy reformációról szóló közművelődési programunk. És végül is beszélgetünk dr. Szacsva Évával, a Rabasz László unokával, hogy idén 40 éve halt meg Rabasz László. Van egy gyönyörű kiállítás, amit Milisics Mártén művészettörténész készített, a Vizsói Biblia címmel. Azért érdekes, mert Reányfalon fordította Rabasz László az Új Szövetség részét a Vizsói Bibliának, tehát abszolút idejű lenne ez a kiállítás. Amúgy is van egy nyertes pályázatunk, és ezt a kettőt szeretnénk mi ötvözni, ezt a kiállítást, illetve a mi pályázatunkat, ahol a tabulatúra zenekar, a reformáció zsoltárokat és hozzá kapcsolódó darabokat adna elő, akkor a Abonovák Galériának lenne egy előadása az erdélyi református templomokról. Lenne ez a kiállítás része, a Rabasz László püspök úrnak a kiállítása. Május 9-én érkezne hozzánk a kiállítási anyag, akkor lenne a kiállítás megnyitója. És május, és a falun, végülis ezen a helytörténeti napon, május 29-én szeretnénk zárni, akkor hívnánk meg a Kovács Tamás lelkész úr beszélne, a Milisics Máté, illetve a Kecskés Együttes reformációs dalokkal zárnánk végül is ezt a napot. Ez május 28-án. Azért fontos, hogy itt legyen nálunk, tehát pont beszéltük a tiszteletes úrral, ez a kiállítás május 9 és 28 között, de akkor gyerekek ott vannak és látják, tehát folyamatosan, akkor meg a, tehát utána elmennek, tehát nyáron nem érdemes. Tehát most lenne ez. És akkor így zárnánk ezt a bizonyos helytörténeti napot ezzel a kiállítással. Itt a pályázati pénzt, azt erre tudnánk végül is, tehát így minimál összegből ki tudnánk hozni. És akkor ez így lenne a faluházban, ez szerint? Tehát akkor magyarul a múzeumból elkerül az a szoros, hát vagy akkor nem így. Várjátok egy kicsit, mert nekem ez most sok az információ. Még ott maradtam le, hogy testvérvárosi, és a reformáció. Ezek nagyon nagy falatok egyszerre. Na, tehát akkor ez engem az érdekelne, hogy akkor a díszpolgári átadás, mert akkor nekem is olyan kiállítás, én is gondolkodom kiállításon, helyi kiállítóművésszel, majd még ezt nem tudjuk pontosan ki, de akkor ez a díszpolgári cím átadás, akkor most ez maradna a... Nem döntöttük el, ők csak egy vádlatot dolgozatok össze. Jó, én szerintem azok nagyon bevált, nem kellene. Annak olyan hangulata van, embereket vonz, és mindig jó hangulata van. Tehát szabadtéri, tehát ne egymás elől halásszuk a programokat, mert nem tudunk egy versenycsoportban, nem vagyunk anyagilag legalábbis. Jó, igazgatom azt, május 31-én pedig a gyereknap.
lenne, és akkor végül is ez az egész nap. És a gyerek, igen, és ott meg a gyerek programjaink mutatkoznának be, tehát akik ott vannak a faluházban, ők adnak már a program nagy részét. Aha. Ez szombat, vasárnap, hát és visszatérve a vasárnap, muszáj nálunk lenni. Abszolút, így van a pályázat verve. Meg kell gondolni, bocsánat, azért a reformációt is meg kell gondolni, mert én annak vagyok a híve, hogy olyan programot kell, amely a mi diákjainkat is érinti. Tehát az, hogy vannak kiállítások, meg jó, persze, de ami kifejezetten az iskolás diákoknak is hasznos. Tehát valamilyen módon az is hasznos, én azt szeretném, hogy azzal megküzdelni, vagy összerakni, vagy olyat, ami a saját. Talán én szeretném, hogy a faluház és a múzeum együtt működne. Eddig így volt nekem, merőben úgy és volt. És most is így maradna, úgyhogy Edith kell bejelentkezni. Info, mikor először valók mindig úgy. Hát nem, de hát azért mi szoktuk beával egyeztetni, én nem értem. Ez egy mai, hogy egy délelőtt volt nálam, de hogy ez nagyon fontos a dolog. Jó, ilyen is, tehát délelőtt ez így. Nyugodj meg, direkt elvitt. Ezt tudom, hogy kérjével fogja ezt a pályázat elmondani, hogy tudatosságban is, hogy nyertünk. Tehát én nem tudom, hogy ebben mi olyan hirtelen. Nem, nekem ez az itteni most, tehát nekem hirtelen, mert úgy látszik, hogy lassú és öreg vagyok hozzá. Szerintem nekem ez most így konkrétan úgy volt. Menjünk. Köszönöm, Edithének adnám meg a szót. Én úgy gondolom, hogy minél többet beszélünk róla, annál jobban tudom alakulni ez az egész. Lecsiszolod, hogy az lenne a kérdésem, hogy a gyerekünkkel kapcsolatban tervezünk-e szabadtéri programot is. Mert mondtad, hogy a faluházban, akkor ez is gyereknapi jól. Nincsen hozzánk költségünk arra, hogy kivigyük nekünk, de nagyon jó lenne, ha... Én arra gondoltam, hogy nagyon jó lenne, hogy a gyereknél, hogy főleg, hogy jó idő lesz, akkor a kinti programokat is tudnánk élvezni. Nagyon szeretném megemlíteni, hogy annak idején a Szigeten találkoztam Szereházi képviselő úr fiával, aki nagyszerűen bonyolította ott a szabadtéri gyerek versenyeket. Ez Szigeten volt a fiával. Az első gyereket. Van több is. Nem kérlek, a legidősebb beszélek. Az a Pereházi pár a legidősebb Pereházi. Gergő a nagyfiú. Annyira, hogy a Gergő ott irányította a dolgokat, és nagyon-nagyon tetszett nekem a dolog, igen. És szeretném, hogyha megkérdezném tőle, hogy esetleg hallgatom Viszitelben ingyenes egy napon. Akadályverseny volt, nagyon jó volt, a végén egy kis ajándék volt a gyerekeknek, nagyon jó állomások voltak. Én szerintem addig a focistáktól megkapnánk ezt a pályát, hogy kölcsön annyira nem rúgnánk szét, és jó lenne, hogy a gyereket kinti programokra is részt vennének. Jó? Gondolkozunk, sütünk, lángost, lehet sorversenyek, lángost, lehet zsákmafutás, lehet minden az igaz a világban, csak nem csak beszorogjanak, hogy ha esetleg olyan. Köszönöm, csak én mondod a gyereknap, és a majális, az ingyenes program a viziteletnél azt jelenti, hogy az egész falu lejön, főz, süt, bármit csinál, ingyen mindenki csinál, ingyen. Vízre száll a gyerek, felnőttök egy ilyen részvétel, azt hiszem 100 forintot tavaly, egy regisztrációt kell fizetni, és ezért mindent csinálhat. Falmászás van, evezés van, film van. Az akkor vasárnap, amikor... 31-én, illetve első, nem tudom, hogy első, az milyen nap. Tehát ekkor van itt. És már hétfő szerintem. Nem tudom, és nem, mert május elsőjén nem tudom. Ja, nem május elsőjén, május elsőjén péntek lesz. Május elsőjén van egy majális, és gyereknapkor van nekünk egy teljesen, egy egész napos ingyenes rendezvény a falunak, a faluért. És most az is, bocsánat, még a strandon is szokott lenni a gyereknapon. Tehát itt nagyon sok helyszínes. De a szülőknek is van akciója, nem? Ilyenkor valami szülői akció szokott lenni az iskolában. Viszont a kérdőből érezzék, profi. Mert csinálja négy cégnek. Tehát ő jó, igen, akkor most. A fondathoz, hogy a szólt lenne rendőr, tűzoltó, mentőautós meghívás, hogy ezt hagyjuk el a gyereknaphoz, vagy még vigyük át a júliusi faltanunkra. Hol lenne ennek a helye? Mert a nagy sikerült volna gyerekek köré. Gyereknaphoz, persze. Csak akkor helyszínek hol rakhatnám, mi ezt vetnénk hozzá? Hát azt a falunap a faluház mögötti részen lehetne csak, vagy a faluház eleje itt, ahol
Vagy legyen a nagyparkolóba. A nagyparkolóba. A nagyparkolóba, igen. Az még tényleg a Pepék mellett. Még de jó, de ez nem bőle. Jó. Akkor... Hát én nem nyakja, akkor szokott lenni háztűzni zonálatot. Igen, nem szokték, hogy nekünk elég a háztűzni. Jó, akkor a bizottságot szeretném megkérdezni, hogy támogatjuk-e a testvérvárosi kapcsolat támogatásával kapcsolatos pályázatot, hogy beadjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És egyelőre nyomoz a pályázati kapcsolatban. Szia! És akkor érkezett egy utcanév elnevezési kérelem, amiről jegyzőasszony. Nagyon friss és volt ez a kérelem, tehát konkrétan mai. És polgármester úrral beszéltünk is arról, mindenképpen egy szemlét lesz. Fontos lesz, hogy a szemlét kitűzzük, meg beszéljünk a kérelmezővel. Ugyanis az a helyrajzi szám, zsákutca, amit ő, tehát az a helyrajzi szám, amit ő feltüntetett, az egy magán ingatlannak a helyrajzi száma, de azért megpróbáltuk eldönteni a kérelem alapján, hogy melyik utcáról van szó. Gyorsan, a Hegyalja utcának, tehát három utca van, amit Hegyalja utcaként nevezünk, a Hézben is Hegyalja utcaként szerepel. Az a Zsák utca, amiről ő beszél a kérelmében, azt írja, hogy névtelen utca, és hogy a mentő is volt, problémás volt, hogy nem talált oda. Ha az a kis utca, amire gondolunk, akkor most hát igazából itt van egy térkép, körbe tudom adni. Dr. Simon Kovács Krisztina. Tehát itt tudok egy nagy kört rajzolni, és szívesen körben. Valószínűleg ez egy kis Zsák utcáról van szó, ami nálunk a Hézben Hegyalja utca, de náluk névtelen. Itt jelölt. Hogy az? Ez a kis pici... Ja, bocsánat, nem tudtam. Igen, ez a kis pici kérdőt. Igen, csak is van. Bocsánat, egy zöld, nem a zöld kis pöltyöt a bal oldalon. Arra gyanakszunk. Erre? Aha. Nem, az a Vancsóvai. Nem, az biztosan ez a Vancsóvai korcsunk be. Nem hiszem. Nem, ez szerintem nem. Akkor közben felolvasom a kérelem alapján deríteni. Maga kérem, ez a Gyöngyvirág utca 90 B-szám alatti ingatlan tulajdonosa. Gyöngyvirág utcában valaki. Kérem polgármesterület, hogy terjeszte a képviselőtestület ezt a jelenleg elnevezés nélkül Zsák utcának az elnevezésre irányuló indítványomat. Az ingatlanon megközelítését biztosító egykori patakmeder már a több ingatlan tulajdonos használja gyalogútnak, illetve kismértékű autóforgalmat biztosít. Három ingatlan tulajdonosnak csak ezen a kis Zsák utcán keresztül válik megközelíthető az ingatlana, A többi szomszédos háznak a környező utcánkból van ugyan autós, illetve gyalogos megközelíthetősége is, mégis többen itt építették ki garázsaikat, és ezért a kis Zsák utcát rendszeresen használják. Mint hogy a kis Zsák utcának jelenleg semmiféle megjelölése, elnevezése nincs, a mentő, a rendőrség, a tűzoltóság vagy bármi segítség, hívó elhárító nehezen találja meg az utcát. Általában hosszan kell magyarázni az útvonalat, de gyakorta még ez sem vezet eredményre. Le kell menni a Gyöngyvirág utcáig, és onnan személyesen kell benavigálni őket. Erre a legutóbbi példa gyermekem születésekor adódott, amikor a mentő hosszas keresgés után sem talált meg minket, férjemnek kell készítve irányítani őket személyesen. Ez akkor kényelmetlen volt ugyan, de megoldható, hogy ő is itthon volt, de nem tudom, mi lett volna, egyedül vagyok napközben itthon. Lakcímkártyámon is teljesen helytelen cím volt megadva a Kerekhegyi utca, holott az ingatlanunk még csak nem is érintkezik a Kerekhegyi utcával. Mint hogy a kis Zsák utca a Gyöngyvirág utcából nyílik, felmerülhetne névként a Gyöngyvirág köz, vagy a Gesztény és köz, mivel gyönyörű és hatalmas gesztenyefák találhatók itt. Evetke, mókus székely elnevezése utca, mivel sok mókus lakik a hatalmas fák között. Hogy hívják a gyereket? Szerintem nevezzük el a gyereket. Kérem a képviselőtestületet, hogy a fenti három név közül válasszon, mivel mi az itt lakók fogjuk gyakran használni az utca nevét, azért jó lenne nekünk tetsző nevet választanának. Egyedileg kérem, hogy az utca elejére jól láthatóan helyezzenek el egy Zsák utcát jelző táblát. Csak igazából csak így gondolatébresztőnek hoztam be, sok ilyen problémás terület van.
lányfalun, amire vagy szép lassan megoldásokat talán elnevezni, módosítani műszereket. Talán ezzel kezdtem. Van is egy ilyen vállalás a testületnek, hogy ez műszereket rendezni. Kiderült, hogy még kihúzták, az nincs, nem egy nagyon jó. Ennek az ajánlók be oda ebbe az utcába, amit most kérnek, hogy legyen neve, a hegyajóknak az alja. A Szávoly Jóskáiknak a alja. Mert ez egy szerintem jó, legyen neve Zsák utca. Nem, hát akkor a lakóknak rövid legyen, mert a tábla drága. Igen. Ez jó, akkor legyen a lakó. Közeljük ügyetségesen, hogy volt egy felvetés, hogy Lunaparton is átnevezhetnék egy kisebb szakaszokat. Volt már Márai Sándorról is szó, tehát hogy lehet, hogy a következő közösségre gyűjtsünk össze néhány ilyen egy falat alatt, így ezeket hajtsuk végre. András is már tavaly elnatároztuk. Azért mondom, hogy... Csináljuk. Legyen 20 tartalékunk, és abból elnagyunk. De nem lenni, mint a karnak a szabják. Hát jaj, nem. Ők kérték. Nem lehet, hogy ez egyre marhatnál szabadnak sűrűen. Csak hogy még beszéltünk arról... Mert egy kérdés van napi rend, azért nem értem. Azt mondom, hogy most, ha több ilyen kérdés van, akkor ezt halasszuk el, és akkor egységesen mondjuk nevezünk át négy olyan kérdéseket. Szerintem halasszuk el, összegyűjtjük, és akkor lehet választani. De a gyöngyvilág közt nekem tetszik, tehát az adnám. Nagyon hosszú, gyöngyvilág. Jó, azt nem is határozathozat, amit hoztam ide, csak hogy most már ezeket kell tényleg el kell kezdeni megoldani, mert nagyon sok problémák van a utcanevekből és házszámúval. Igen. Ez olyan, hogy ez milyen teherrel jár, vagy mivel jár, hogy ott most három ingatlant érint, hát megpróbálunk valamilyen kompromisszumos megoldást, hogyha már megszületik a név, hogy lehetőleg nem minket terheljen a személyi okmányoknak az átiratása. Ők kérték. Akkor ők írjusak. Ők kérték, egyenlően, ezért kell sejelni, ők írjusban rendben van. Összes költség őket terheli. Az utcanév kivétel az utcanév költség annyi helyet a részben a tárban, illetve a személyi okmányok az embereknél, de más költsége nem lesz. Nem még, hogy cég nincs oda megyezni, akkor a cég nyilvántartásra is át kell majd vezetni. Úgyhogy máshoz gondolom, akkor a költség és a részben meg most vettem. Jó, akkor ezt köszönjük szépen, ezt a tájékoztatást, akkor a rendes napi rendi pontokon végigértünk. Köszönjük szépen a kitartó közönségnek, és akkor innentől pedig zárt ülést.